Bemutatjuk Remű, Páger Antal, Jeanette Leclerc, Egri Márta és Fernand Charpent Inke László főszereplésével a Pék felesége című filmet. Jean Genet novellája alapján a forgatókönyvet Marcel Pagnol írta. Szereplők: Robert Wattier, Charles Blavet, Robert Bassa, Mopi, Alida Ruff, Odette Roger, Yvette Fournier, Maximilien Max, Charblé, Maffr. Magyar hangok: Horváth József, Pongrácz Imre, Márkus Ferenc, Tilla Tilla, Simén Falvi Sándor, Suka Sándor, Tordi Géza, Dégi István, Horváth László, Komlós Juci, Cigány Judit, Simor Erzsi. Magyar szöveg Szeredás András, hangmérnök Láng Noémi, vágó Fenyvesi Péter, rendezőasszisztens Jankovics Krisztina, gyártásvezető Dudásica, szinkronrendező Vajda István. A szinkron a Pannonia Filmstúdióban készült 1972-ben. Kép Benoit. A filmet rendezte Marcel Pagnol. Napot kívánok, tanító úr! Adj Isten, Pétűd! Hogy van? Á, meg vagyok! Tanító úr, egy kis szíveséget szeretnék kérni a tanító úrtól. Neki vele? Ismeri ugye a trafikos Kazimírt a republikánus egyletben? Mi van vele? Semmi, csak meg kell mondani, hogy döglött kutya van a kútban, az egylet kutyában. Kászotti látta, amikor bedobták. Ha nem figyelmeztetjük rá, vasárnap délelőtt abból fogunk inni. Meg kell mondani. Miért nem szól neki Kászotti? Hát ő nem szólhat, haragban vannak. 20 évvel ezelőtt összevesztek a regimentben, és azóta úgy van. Nem értem, vasárnap mindig ott ül az egyletben, Kászotti. Ott az, de nem beszél vele. A lánytól rendel, ahogy én is. Igen, mert én is tartom a haragot Kazimírral. Hát te miért? Ó, elmesélem én. Annak régi oka van. Az ő apja haragosa volt az én apámnak. De már a nagyapám is haragosa volt az ő nagyapjának. És már ők se tudták, hogy miért. Olyan régi keletű ez a dolog. Ebből is láthatja, nem valami csipcsup ügyön kaptak össze. Komoly okuk volt rá. Igen, látszik, csupa hülye lakik. Ne mondjon már ilyet, tanító. Azért mondja, mert adunk egy kicsit a becsületre. Erről van szó. Csupa jött, ment, ágról szakadt, és mégis acsarkodnak egymást. Azért jól meg vagyunk mi, az egyletben, az alárdában. Csak a haragosok nem beszélnek egymással. Na jó, majd szólok Kazimírnak, de még dolgom van. Benézek a Pékhez a kenyér miatt. Ma reggel kezdi a munkát? Igen, 11 órára ígért az első sütést. Akkor elmegyek, megitatom a jószágot, és benézek én is. Helyes. Én meg szólok Kazimírnak. Ja. Tanító úr, egy persze, legyen szíves! Azt, hogy én tőlem tudja, ne tessék megmondani neki, abból csak szóbeszéd van, rossz néven vennék! Állj meg, Barnabé! Hé, Barnabé! Nem hallasz? Mi van, mi baj? Hát figyelj már ide, abból a három szilfából semmi hasznot, a kaszálló szélén vannak. Igazán megnyesheted az ágaikat, még tűzifa is lenne télére belőle. Az én szilfáim, nem? Akkor nyessem meg őket, mikor nekem tetszik. Csak nem te akarod előírni, hogy mikor nyessem meg az én fáimat? Jól van, rendben van. A fák valóban a tieid. De az árnyékot az én kertemre veti. Rossz helyen vannak a fáid, Barnabé. Az ágak benyúlnak a konyha kertembe, és éppen a zöldség fölé, hajnaltól késő estig. Egész évben árnyéba borítják a kertet. Ereszik előlem a napfényt, Barnabé, ehhez pedig nincs joga senkinek. Megértetted? Ebben igaza van. Figyelj, Barnabé. Te nem tehetsz róla, de őt veszük, őt zavarják a szilfáid.
Engem pedig az ő kertje zavar, nem? Nos, most. Én talán nem panaszkodhatnék, hogy milyen pompás fáim vannak, és mégse telepettetek az árnyékukba, mert átesik az ő kertjébe. Ide figyelj, mondd meg őszintén, ennyi az árnyék, vagy a tiéd? Na persze, hogy a tiéd. Épp azért terelt vissza oda, hová való. Az igaz, hogyha az a beszél, de igazam. Igen, vigyem el a napot a helyéről, ugye? Csak arra kér, hogy nyesd meg az ágokat. És szerintem ez jogos kérés. Jogos. Hát neki minden jogos. Mindenhez nincs jogom. De élni nekem is jogom van. Na, döntsd el, Kazimír. No, ebben az évben holloncspenótot vetettem. Azt pedig akkorára szokott nőni, mint a lófeje. Aha. De ne hitt, hogy akkora lett. Mintha zsázsát vetettem volna. Felőlem vethet zsázsát, vagy amit akarsz, de az én fáimhoz senki nem nyúl. Ahogy akarod, jól van. De akkor megyünk a bíró elé. És bátorkázva nem beszélek vele. Ne vedd a szívedre, Antonen, várj! Ugyan hagyjad, hadd menjen erezd! Az hiszed, hogy izgatom magam miatta. Érdekel, hogy beszél-e hozzám, vagy nem. Ellenkezőleg. És ha meghallod, hogy én szóba állok vele, felhatalmazlak, hogy köpél szerencs. Na ne bolondozz, Barnabé! Egyáltalán szóba Antonon, gyere ide! Nem, gyere ide, Antonon! Ugyan. Hát csak nem vesztek össze, ez nem komolytó. Két ilyen agyalárul. Le sem teszed vele szívetséget. Törődöm is én vele. Súlyos panaszunk van ön ellen. Tudomásomra jutott, hogy két napja a tanító úr órát tartott zsandárkról. Igen, nem mintha nagy kedvem lett volna hozzá, de benne áll a tantervben. Rendben van. Ezt az alkalmat ön arra használta föl, hogy a gyerekek előtt kijelentse a következőket. Jeanne d'Arc egyszerű domrémii pásztorlányka volt. Egy szép napon, miközben a juhait őrizte, ez a pásztorlány hangokat vélt hallani. Jól idéztem, ugye ezt mondta? Ezt igen, szinte szóról szóra. Tisztában van azzal, milyen felelősség terheli, amikor ilyeneket jelent ki, hogy hangokat vélt hallani. De hiszen éppen arról van szó, hogy elhárítottam magamról a felelősséget. Azt állítottam, hogy Jeanne d'Arc hangokat vélt hallani, de ez csupán azt jelenti, hogy Jeanne d'Arc bizonyára kivehetően hallotta ezeket a hangokat, de ami engem illet, én nem voltam jelen. Mi az, hogy ön nem volt jelen? Úgy plébános úr, hogy nem voltam fültanú. Mi az, hogy nem fültanú? Úgy, hogy még a világon sem voltam 1431-ben. Hú, várjon, csak ne távozzék ilyen elegánsan. A tanítórnak nem volt joga ahhoz, hogy ilyesmiket kimondjon. Nem volt joga megcáfolni egy történelmi tényt. Azt kellett volna mondani, hogy hangokat hallott. Tudja, hogy milyen veszélyes ilyesmit kimondani még akkor is, ha mondjuk történelmi tényről van szó? Ha jól emlékszem, Jeanne d'Arcnak, amikor bíróság elé állt, a bíróságon egyébként egy Koson nevű érsek elnökölt, ezért a kijelentésért, hogy hangokat hall, mágjára kellett mennie, és elevenen égették meg. Rouenban történt az eset, méghozzá a piac téren. És minthogy a pásztorlánya hangok ellenére gyúlékony volt, szegényke jól meg is égett a tűzön. A hangnemen és a válaszon látszik, hogy ön rendszeres olvasója Petit Provence-nak. Belátom, hogy nincs mit várnunk az olyan gőgös és korlátolt szellemektől, mint ön. Csak azt sajnálom, hogy egyáltalán belementem ebbe a reménytelen és haszon nélkül való vitába. Ilyen rossz hiszeműséget fel sem tételeztem önről. A plébános úrnak az fáj, hogy olyan dolgokba avatkozom, ami véleménye szerint csak önre tartozik. De ön is beleüti az orrát az én dolgomba. Micsoda? A hittanórán azt mondta a gyerekeknek, hogy tévedek. A természettörténet nem három része oszlik, hanem négyre. Természetesen ásványvilágra, növényvilágra, állatvilágra és embervilágra. Oh. Ezt a tudomány tökéletesen igazolja. Tudományosan igazolást nyert, hogy embervilág külön nem létezik. Ön tehát úgy tekinti magát, mint állatot? Úgy, plébános úr. Tanító úr, én tartom önt olyan okosnak, hogy ezt a felismerését ne vonjam kétségbe. És most engedje meg, hogy köszönés nélkül távozzam. Nem szoktam állatoknak na köszönni. Na ne, csak mire vágsz föl, te fecsegő szoknyás vénasz? Távozz tőlem, szátam! Távozolám a pokolba! No, milyen a kenyér, jó? Még nincs kész a tanító, most ment be, hogy megnézze, mi a hely. Hogy áll a dolog, tanító úr? Azt nem tudom, barátom, nem vagyok pék, de a mester a jelek szerint remekül érti a szakmáját. Szép kenyerünk lesz. Igen, de mikor? Várnunk kell 10 percet. Ki tudja, vajon jót süte? Miért sütnék rossz kenyeret? Na, senki se gondolta, hogy rossz kenyeret sütsz, de azért mégis van különbség kenyér és kenyér között. Az előző pék Lánzs, aki itt volt, aki fölagasztotta magát lent a pincében. Ez hogy jön ide? Vigyázz, mert kibököd a szemét valakinek. Az Isten szerelmére nem mondjatok ilyet a feleségem előtt. Ha meghallja, hogy olyan pék volt előttünk, aki öngyilkos lett, ezt úgy a szívére venni, hogy egy percig sem maradna. Rendben van, egy szót se. 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 Pszt, hol van? Na jó, de azért mondjátok el, mit csinált az a pék, mielőtt fölkötötte magát? Kenyeret csinált, csak éppen soha nem sütötte egyformán. De volt úgy, hogy nagyon finom volt, úgyhogy eltelt. Igen, és főleg vasárnap, mert szombaton mindig berúgott, leitta magát ánispálinkával, és mikor dagasztani kezdett, már azt se tudta, hogy előfordult, hogy belesütött a kenyérbe egy szivarcsutkát.
Az egyik vasárnap meg tömény ániszaga volt a kenyérnek. A fiam be is rúgott tőle. Hogy az ördögbe tűrhettétek? Hát mit csinálhattunk volna? Miért nem mentetek máshova? Azt hiszed, hogy sokat válogathattunk. A legközelebbi pék Voltban van 12 km hegyi úton. Vettünk volna egy hétre való kenyeret? Igen, ám de 4 vagy 5 nap múlva olyan kemény lett volna, mint a kő. Beletört volna a fogunk. No, ezért inkább ide jöttünk Lanshoz. Nem is volt mindig jó, de itt csinálta a kenyeret. Hát és minden nap itt volt. Kenyeret, vigyázz. Igaza van a pék. Várjunk aztán itt. Hol volt maga pék, mielőtt ide jött? Több helyen, asszonyom. Kisasszony, uram. Értem, igen, kisasszony. Valánszolba kezdtem, de aztán jött Bannon. Csak tudja, nagy volt a konkurencia. Bannonban 3 pék volt. Bannon valóságos város, nem kis falu. Csupa ínyet. És akkor az ínyeteknek nem kellettél, ide jöttél. A feleségem nem viselte jól a hideget. Ez a falu sokkal alacsonyabban fekszik. De amikor készültünk az útra, jöttek hozzánk sorba az emberek, és hírva búcsúztunk. Én nem mondom, hogy boszorkányos mesterség, de kell hozzá tudás, és főleg szív. Bravo, Pék, nagyon jól beszéltél. Mi az, hogy bravo, Pék? Van valami kifogásod ellenem? Magához, uram, nekem nincs szavam. Ez meg mi? Haragosok ezek? Inkább hülyék. Halálosan összevesztek, de én nem állok ám szóba egyikkel sem. Miért? Hagyjuk ezt csak, jó? Nem érdekel ez senkit. Az a fontos, hogy jó kenyeret süss, a többi nem számít. Ugyan. Ha olyan szép lesz a kenyered, mint az asszonyod, nekünk megfelel. Erre én is biztosíthatom. És igen? Mint a feleségem. Igen. Hallottad, mit mondtad? Hát nem tudom, hogy ember szeme látott-e már valahogy ilyen szép kenyeret. Igazad van, Pék. Szép asszony, igaz? Szép bizony. Ja, szép asszony, te is úgy találod, ugye? Hát szép asszony, nem panaszkodhatsz rá. A tanító nem szól, magának nem tetszik a feleségem. Hát nézze, barátom, ha megesne történetesen, hogy a feleség egy szép estén szájon csókol egy sötét utcában, nem mennék panaszra. Nem, de én igen. Mondjátok meg, ha fele olyan szép kenyeret sütnék, mint a feleségem megelégedni. Én jobban szeretem, ha a kenyér csak olyan szép, ahogy az kenyérhez illik. Az asszonyok szépsége nem tart soká, elhervadnak, mint a virág. Ezért irigylik sokan a karórépákat, mert azok nem hervadnak el soha. Jól van, szép asszony a feleségem. Még hogy szép, ezzel nem mondtál semmit, Antonel. Higgyétek el, szívemből örülök, hogy tetszik nektek, pedig a mi azt illeti nem is láttátok, amikor így kiöltözik vasárnap. Nem beszélve arról, amikor leteszi a ruháját esténként. És ráadásul szerény, nem szereti, ha róla beszélnek. Na, jöjjenek. Hadd lássák ők is a kemencét. Percet még ráadunk, az sosem árt. Bocsánat. Jó napot, jó napot, bocsánat. Itt elhozt a Márki úr. Jó napot. Itt a Márki úr. Igen? Jó napot, kedves Pékni asszony. Gaston de Venel Márki vagyok. Nyugalmazott lovassági örnagy, de nyughatatlan tisztelője a női nemnek. A kegyet bájos arcacskájának látványa roppant kellemesen érint, és nem titkolom, nagyon hálás vagyok érte. Köszönöm, hogy ilyen szép. Szeretném bemutatni magának a pásztoromat. Lépj közelebb. A neve Dominik. Dominik minden szerdán és szombaton itt lesz, ezzel a zsákkal felszerelve, hogy elvigyen innen 30 kenyeret. Kedves Pék uram, ezek szerint 30 darab kenyeret kell készítenie 2-szer hetente, a rendes napi sütésen kívül. És ha szombatonként akadna egy tucat kiflid vagy briósod is, remélem, hogy a szépséges hercegnő szívesen oda teszi a kenyér mellé a zsákomba. Rendben van. Dövönel, Márki. Rendben van, Márki úr. A briósra, kiflire azért van szükségem, mert a kastélyomban, amely egyszerű udvarház csupán, azonban a jelenlétem mégis kastélyjá teszi, rendszerint vendégül látok 4-5 könnyű vérű hölgyecskét, falusi pompával kápráztatom el őket, hogy megédesítsem öregkorom napjait pásztorlegényeim gyönyörével. Igazán nemes gondolat, Márki. Látod? Te ezt mondod. A papnak más a véleménye. Egyébként, ami a számlát illeti, szombatonként fogjuk rendezni. Rendben van. Helyes. Még valami. A 30 kenyér kiadásához legalább 10 percre van szükség. Ezért, hogy ne tartsa fel a vevőket, Dominik csak délre jön. A mai nap kivétel, ma kivárja a sorát. Dominik, húzodj félre, fiam, és várj. Úgy érzem, hogy készen van a kenyér, Márki úr.
Jó szaga van. Itt van. Szépen megsült. Hát ez a gyönyörű macska. A tied? Igen, Márki úr, Pompon a neve. A pékségben nagy szükség van ilyen macskára, különben a patkányok fölfalnának mindent, úgyhogy Pompon az asszonyával, Pomponettal megment nekem naponta vagy 10 kiló lisztet. Aha. Még nőstényed is van? Igen, illetve hát inkább csak volt, mert 3 napja egyszerűen nyoma veszett. Aztán vigyázz, nehogy pörköltnek lásd viszont. Hogy a pokolba? Remélem, ezt nem gondoljátok komolyan. Ne aggódjál, Pék uram. Van itt elég nyúl a vidéken, azt se tudjuk, hogy mit csináljunk velük. Nem esszük meg a macskádat, ne félj. Egyébként tudom én, mi azok, ahogy elment. Ajaj, hallottam én a tetőről ma éjszaka is hangja. Miau, miau, miau. Majd elmúlik nála, aztán megjelenik. Persze. Hogy hívnak téged? Kastanyi Eimábel. Ó, de bájos név. Ahogy a költő mondja, et mihi kastanyi sunt molles, et pressi copia lactis. De különben ez egyáltalán nem fontos. Na jobb, Márki úr. Bocsánat. Ó, bocsánat. Bocsánat. Kedves asszonyom, ajándékként fogadom a kenyeret, amelyet az ön kezéből vehetek át. Kedves Pék uram, Isten áldja. Isten vele, Márki úr. Isten áldja. Szabad kérem, engedjenek. Finom ember ez a Márki. S 30 kenyér. Inna mine pátiszet. Dicsértessék, plébános úr. Mindörökké, Márki úr. Mit szól hozzá? Új pékünk van. S ráadásul a neve Eimábel. Szent Eimábel vagy Szent Eimábel, az egyház jelentős szentje volt úgy 742 körül. Kielelhetetlen erkölcsi szigorúság jellemezte. És ha a történetesen községünk plébánosa, semmiképpen nem tűrte volna, hogy egyik híve több asszonnyal éljen együtt, mint valami mormon. Ó, hát azok az unokahúgaim. Ne felejts, hogy a gyontatója vagyok. Ön se felejts el, hogy titokban kell tartania mindazt, amiről a gyónásban értesült. Én mindenkinek azt mondom, hogy az unokahúgaimról van szó. És ezt senki nem hiszi? Értse meg, rossz példát mutat a többieknek. Nem mindenkinek, plébános úr. A kicsapongás nem olcsó mulatság. A rossz példa követése ugyancsak igénybe veszi az ember pénztárcáját. Ezért a költséges bűnök csak ott tenyésznek, ahol megvan a költségek fedezete. És tekintve, hogy errefelé csupa nyomorult ördög él, a példám veszély ellen biztos védelmet nyújt a szegénység. Az erény legfőbb támasza. Ó, szörnyűséges Isten káromlás. Köszönöm a ráadást. Szép, mi? Összefut a szájomban a nyál. Ó, bocsánat, Szesz. Én magát biztosan várja már a plébános úr. Köszönöm, Kazimír. Én is alig várom már, hogy megkóstoljam ezt a kenyeret. Pásztor, gyere ide a zsákkal. Nyisd ki. Egy. Kettő. Három. Négy.
Kedves Szereszt, nagy hírt hozok. Képzelje csak, a Márki úr holnap velünk ebédel. Remélem, egyedül jön. Szereszt. Azért kérdezem csak, mert ha megtetszett hívni ezt a pogányt, ez képes rá, hogy magával hozza az összes unokahúgát. Istenem, mit is csinálnának szegénykék otthon a nagybácsiuk nélkül? Gondoljon arra, Szereszt, hogy a megszólás is bűn. Különben a Márki úr, aki egyben polgármesterünk, az egyetlen ember, aki kijavíttathatja a templomtetőt. Ezért nem is egészen önzetlen szándékból hívtam meg ebédre. Jól van. Mi ez, Szereszt? Vegye tudomásul, rendkívül fontos, hogy jó legyen az ebéd. Jó. Na. Szerencsére prima kenyeret sütött a pék. Nézze csak meg plébánosor. Ó, de finom illata van. Jó nap volt a mai. Igaz, hogy első nap, mégis ez a 683 frank. Ilyen aprócska faluban, mint ez, elég szép bevétel. Látod, ez nem fér a fejembe sehogy se. A paraszt drágára adja a búzát, és mégis olcsón akarja kapni a kenyeret. Hogy fér ez össze? Ha a búza kilójának 1,50 az ára, 2,30-nál olcsóbb nem lehet a liszt. Mert hozzájön az őrlés, a zsákolás, a szállítás, a vesztesség, a korpa. Korpából nem lehet kenyeret sütni. Nem tudom, hogy képzelik ezt. Ebben az esetben ugye 2,50-nél olcsóbban nem számolhatok. A hasznom akkor is még hol van? Ha? Hogy mondod? Nem szóltam. Teljesen igazad van, szava se lehet senkinek. Nézzük csak meg. Abból a pár szó haszonból fizetnem kell a házbért. Igazad van, hogy nem sok, de azért mégiscsak fizetni kell, és fizetnem kell az adót, fűtenem kell a kemencét, ennem kell eltartani a feleségemet. Mert pedig még gyerekünk sincsen. Képzeld el, ha gyerekünk is volna. Mi van akkor? Megette fel az egészet, de hát mit csináljak? Te alszol, Aureli. Elfáradt szegénykém. Elnyomta az álom. Milyen szép még ilyenkor is. És mindig csak a munkájára az esze. Na, aludjunk. Először a muzsika szó, a mindenségét, hol a papucsom. Hadd nézem már meg, kik ezek a jó emberek, akik eljöttek hozzánk. Hallod, eljöttek hozzánk, szerenádot adnak a jó kenyér fejében. Muzsikálnak, így fejezik ki a hálájukat. Látod? Szép muzsika. Kell, hogy piemonti tájszólásban van, vagy korszikaiban. Az is lehet, hogy spanyol, mindegy. Ha nem is érti, az ember szív van benne. Ezt érezni. Szépet csinálják. Úgy látom, a pásztor is köztük van, aki a 30 kenyeret viszi. Várj még egy kicsit, pásztor, ne menj el! Ezek szerenádot adtak, viszonoznunk kell. Kínáljuk meg őket kalácssal, vagy lepénnyel, vagy egy pohár italral. Te várj csak, az az ánizsos kalács, megyek is érte. Ne, inkább én. Jól van, igazad van, így sokkal jobb lesz, illendőbb is, meg udvariasabb. Elvégre neked is szól ez a szerenád, nem igaz? Tőled vették át a kenyeret, még mosolyogtál is rájuk. Na, erics, siess le!
Köszönöm, uraim, köszönöm. Nagyon kedvesek, igazán örülök, hogy eljöttek ide. Légy szíves, te, aki énekel, gyere már be az üzletbe, ugorj be, a feleségem már vár. Készített valami ajándékot, a pékmester és a pékné ajándéka. Ti mit szóltok, íz lett a kenyerem, ugye? Hát bizony, finom kenyér, ilyet minden nap süthetnél. Hát én beleadom, amit lehet, remélem nem lesz panasz sose. Azt kóstoljátok meg, amit a társatok kap most a feleségemtől, kíváncsi vagyok, ahhoz mit szóltok. Gondolod, hogy mindenkinek jut belőle? Azt nem mondom, hogy mindenkinek jut, de hármótoknak biztosan elég lesz. Ez a pásztor olyan falánk, hogy mi ránk már nem is gondol. Hogy a fenébe. Aureli, Aureli, ha nem gyújtod fel a villanyt, akkor sose fogod megtalálni, amit keresel. Vagy akarod, hogy én is lemenjek? Rájönnek arra maguktól is. Feküdj vissza az ágyadba, nehogy megfáz. Nem fekszem én már le, mert ha lefekszem, akkor elhalszom. Pedig hamarosan neki kell állnom a dagasztásnak. Ismered a mondást, a jó kenyeret nappal eszik, de hajnalba sütik. Hé, Pék úr! Ki az ott, ki vagy te? Tu nem vagyok. Te, elmegyek vadászni. Na és? Csinálj nekem egy kalácsot. Hoztam érte egy 20 ajókát. Jól van. És ki vannak már áztatva? Igen, meg is tisztítottam őket. Jól van, menj be az üzletbe és tedd a mérlegre. Mikor akarod elvinni a kalácsot? 4 óra felé bejövök érte. Jól van, addigra meg lesz. Hallja, itt nem ég a villany. Aureli, nem találod a kapcsolót? Ja, jól van, megtalálta már. Hát akkor köszönöm szépen. Köszönöm az ajándékot. Szép kalács. Aureli asszony, ajókát hoztam. Az úr azt mondta, tegyem ide a mérlegre. Kalács lesz érte. Ne süsség egészen barnára. No, jössz már, Dominik. Jól van, megyek. Hát akkor viszlát. Isten áldjon, pásztor. Maradjon, ne fáradjon, Aureli asszony. Ha kimegy, még megfázna. Majd én bezárom az ajtót. A maga ura nagyon derék ember. Isten veled, Pék! Köszönjük az ajándékodat! Isten veled! Nincs mit, nincs mit! Aureli! Nem fáztál meg, drágám? Nem. Nem? Tudod, Aureli, remélem kedves voltál hozzá. Kedves. Jó. És meg voltak elégedve? Meg. Na jó, hát akkor most lefekszem. Ahhoz képest, amit reggel beszéltél, nem voltál valami nagy hős. Magam sem hittem, hogy ilyen hamar megy. Te mondd, nem szédíted a mi fejünket? Szédítem. Eldöntheted. Ahogy belépek a sötétbe, az orromat rögtön buja illat csapja meg, és érzem, hogy ott liheg mellettem valaki. Aztán a két karja a nyakamra fonódott, és a szája rátapadt a számra. Az ördögit. Nézd meg, a szívem még most is kalapál. Az ám, mint egy gőzkalapács. Sült bolond vagy, ha ilyen asszony miatt elveszted a fejed. Azt mondod, ilyen asszonyért? Mit tudsz te róla? Ilyen asszony, barátom, te csak álmodban ölelhetsz. Ha? Bolond vagy, reggel látott először életében, és este már a szádba harapott. Akinek egyszer ilyen könnyen megy, az más köseteket óriázik. Miért? Meglátod, minden férfit megkóstol, ha igaz volt az, amit mondtál. Te fogd be a szádat, mert betöröm, hallod? Nyomorult, összetöröm a csontjaidat! Megállj, Dominik! Mi ütött beléd? Le! Ahogy ránéztem, már az első pillanatban ott volt az arcán, hogy szeret. Alig tudott uralkodni magán. És tudjátok, mit mondott most? Azt mondta... Ha férfi vagy, Dominik, várj a templomnál. Hajnali 5-kor felnyergelt lóval, és oda viszel, ahova akarsz. Itt hagyja a férjét, a pékséget, a vagyonát, mindenét. Lemond mindenről a kedvemért. Ott vár a templomnál. És te elmégy? Nem tudom még, de azt hiszem, hogy igen. Hová akarod vinni? Nem tudom, hová. Törj legalább ebből a kalácsból egy darabot. Elment az eszed, Dominik.
Hány óra van? 4 óra pontosan. Jól van, Antonin. Amíg az első sütés meg lesz, alszom egyet itt a kemence mellett, aztán félkor felébred, Aureli lejön és fölkelt, akkor kiveszem szépen az első sütést, és előkészítem délelőtre a másodikat. Te hova megy, merre vadászol? Ide megyek le a mezőre, a folyópartra. Most rengeteg nyúl van. Csoda lenne, ha nem hoznék egyet se. Gyere ott a kalácsot, nézd meg felel így. Nagyszerű, éppen így képzeltem, épp így jó lesz. Pirulni kezdett, de kiveszem, ha így akarod. Vigyázz, megégeted az ujjat, mutatott a risznyát. Ez az, legalább a fenekedet is melegíti majd. Ez jól fog esni majd a bozótban, ilyenkor csípős a levegő. Mivel tartozom, Pék uram? Hát nézd, először csinálok neked kalácsot. Most elég, ha azt mondod, hogy köszönöm. Ez igazán kedves tőled, de akkor majd délben meghívlak egy pohárra, jó? Köszönöm, de én egyáltalán nem szoktam inni. Sőt, képzeld el, hogy még az ebédhez sem, mert rögtön a fenbe száll. Hát jó. Kitalálom a módját. Hozok neked 2 fenyőrigót. Ha te megkínálsz a tésztádból, én megkínálok a zsákmányból. Isten veled, most már szednem kell a lábam, már rögtön föl kell a nap. Apene, nézd csak. Úgy látszik, jó időd lesz. Kívánj valamit. Az biztosan szerencsét hoz. Hát, jó vadászatot. Köszönöm. Isten áldja. Isten áldja meg. Hallod, Dominik, gondold meg még egyszer. Gondoljam meg. Nem bírom ki. Nem bírom ki. Beszélnem kell vele. Nem tudnék már várni egy percet se. Ha csak rá gondolok, beleremegek. Megrészegít az illata. A véremet fölforralja a hangja. Megőrülök érte. Nem bírok élni nélkül. És biztos vagy benne, hogy ő is ott lesz. Ő is épp úgy érez, mint én. Hány óra van? 5:20. Qui m'arrive, ça t'est arrivé l'année passée. Quand tu es revenu, j'étais frappé. Je ne savais pas.
Úristen! Kémény tűz ütött ki! Emáblúr! 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 Tönkrement minden, és itt vasárnap. De hogy történt? Elaludtál? Nem az a baj, hogy elaludtam. Nem keltem föl. Nem baj, nem olyan nagy vész. Nem kell hozzá 2 óra, ott a második adag. Minden készen van már. Különben a feleségem szokott felébreszteni, de hát szegénykének dolga volt a hurcolkodással, úgy látszik, hogy annyira kimerült benne, hogy nem tudott felkelni. Csináljam. El kell mondanom neki, hogy mi történt, de csak óvatosan, nehogy a szívére vegye. Aj, de kár. Pedig milyen szép lett volna. Viszek neki egy csésze kávét, felébresztem szegénykémet. Aureli, szívem, hoztam neked egy csésze kávét, jól fog esni, idd meg, jó? Elfelejtettél felkülteni, de nem számít, magamtól is fölébredtem. Azt hiszem, nem állt majd, ha veszünk egy ébresztő órát, amellett nyugodtan aludhatsz. Addig azzal, ameddig jól esik, kipihelheted magad. Na, itt meg szépen a kávécskádat, meg kihűl. Na, várj csak, kinyitom a zsalut, hogy jöjjön be a fény. Ne látod. Aureli, ne gyere szépen, bújj ki a... Paplan alól. Mi az? Micsoda tréfa? Micsoda tréfa? Aureli! Aureli! Hol lehet? Elbújt. Aureli! Gondolod, hogy még ebéd előtt meg lesz vele? Biztos vagyok benne, de beállok, én is segítem, hogy a szüksége lesz rá. Aureli! 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 Hallottak ilyet? Az én Aurelim alaposan megviccelt. Ugyan. De igen. Elbújt valahova. Hova bújt el? Fogalmam sincs. Amikor 2-kor fölkeltem az ágyból, ott feküdt még mellettem. Most hűlt helye van. Hát ez valóban különös. Aha. Nézzék csak, mi ez itt a pulton? Ki ez a kulcs? Az ő kulcs csomója. Már tudom, hogy hol lesz. Biztosan lement, hogy megnézze a kertet.
Eddig még nem volt ideje, hogy megnézze. Csak ez lehet, kiment, nem akart fölkelteni, de itt hagyta a kulcsát, hogyha szükségem van valamire a szekrényből vagy a komódból. Biztosan lent van, ezt az egyet imádja a kertet. Megtennéd, hogy itt maradnál egy percre, amíg lemegyek a kertbe? Vigyázzlátok egy kicsit az üzletre, jó? Persze. Szegény fejet kereshetett ott a kertben. Vajon hová mehetett? Én nem szeretek senkit megszólni. De hogy ez a nő ki volt festve, cicomázva, rögtön láttam rajta, hogy jó firma. Nem telt bele két nap se, már talált magának gavallért. Úristen, lehet, hogy az én emberem nem is vadászni vele. Olyan már ne izgulj a férjed miatt, az ilyeneknek nem az a fajta kell. Dehogy. Ezek a nők inkább az olyan szép fiúkra buknak, mint Patris. De az is lehet, hogy az a vén kakas, a már kivad dologban. Igen, az könnyen meg lehet. Talán már valami pajtában babusgatja. Ismerem már az okását. Figyelj csak meg, én mondom, ha visszajön a hölgy, a hátán ott lesz a széna. Papa! Papa! Mi baj? Nem látta a feleségemet? Micsodát? Nem látta erre a feleségemet? A feleségedet? Hogy láttam-e? Igen! Nem láttam. Nem is ismerem. Azt se tudtam, hogy nős vagy. Azt mondja meg, nem járt erre egy asszon se? De járt, hogy ne járt volna? Járt itt egy, cigákat gyűjtött. Nagy darab öreg nő. A fején zöld vőkötő volt. Az a kis öreg a te feleség? Nem, dehogy is. Hát az meg hogy lehet, hogy házas vagy, és nem tudod, hogy hol a feleséged? De tudom én. Misére ment. Csak kíváncsi voltam, vajon előtte nem járt erre véletlenül. Nem járt. Biztosan nem. Köszönöm. Fele tudja, lehet, hogy nem is a templomba ment a felesége. De a pék úgy kell neki, minek nősül. Really? Mit csinál itt, jó ember? Bocsánatot kérek, plébános úr, de eltűnt a feleségem, olyan nyugtalan vagyok. A kertben nem volt, gondoltam, talán betévedt ide. Nagyon jól mondta, hogy betévedt, mert Michelin ideig még nem láttam. Nem volt alkalma, 5 napja érkeztünk csak, és azóta még egy vasárnap se volt. De ma valószínűleg itt lesz. Az olyan asszony, aki csak valószínűleg megy templomba, nem valószínű, hogy reggel 7-kor jön misére. A plébános úr nem jól ismeri őt, azelőtt mindig a 6:30-ra ment, mi alatt én bekészítettem a második sütést, de sose hivalkodott vele. Ő nem úgy csinálta, hogy a többi asszony. Meghúzódott szép csendesen, hátra vonult a sarokba, úgyhogy soha nem látta senki. Ebből gondoltam, hogy ma is hát ide... ha idejött, akkor itt is nagyon ügyesen elrejtőzött, az biztos? Ha viszont nem jött ide, akkor nem tudom, hogy hol lehet. És a jó Isten? Nem kíváncsi rá, hogy hol van? Azt tudom. Ott van. Isten mindenütt jelen van, barátom. És kívánom, hogy e percben a felesége mellett is ott legyen. Jobban örülnék én is, ha jó volna mellette, nem más valaki. Jól van, barátom. És ne felejtse, ha vigaszra van szüksége, az csak itt találhatja meg, sehol másutt. Köszönöm a plébános úrnak. Rögtön kezdődik a hetes mise. Használja ki az alkalmat. Üljön le, pék úr. Köszönöm. Tessék. Köszönöm. Gyere, aztán a plébános úr azt mondta, hogy üljek le, és tartott nekem egy misét. Nem nagyon értettem. Arról prédikált, hogy az Isten szeret minket, igazán kedves, de hát mi hasznám belőle. Nem vesztek valamin össze tegnap?
Ugye, hova gondol? 5 éve vagyunk házasok, soha nem volt köztünk egy hangos szó, se nem, hogy vita. Az én feleségem különben is olyan csöndes, hogy napokig nem szólnak. Na, mégis azért gondolkoz rajta. Semmire sem gyanakszol, nem is sejtett, hogy merre fel indulhatott. Hát akkor már csak egy lehet, ugyanis az anyját imádja. Talán hazament. No, de neked miért nem szól? Biztosan attól félt, hogy nem engedem el. Te is tudod, milyenek az asszonyok. Sosem lehet tudni, mikor jut eszünk be valami. Rosszabbak, mint a ló. Ez az egész. Ezt értem, ugye. Elfáradt, itt volt ez a költözködés, meg aztán ez a herce-urca. Fogta magát, és elfutott az anyjához. Különben is csak ott tud igazán pihenni. Ó, imádják egymás ketten. Gyakran meglátogatja a gondolat. Ászor csak tudja. Na és te mi csinálsz olyankor? Amit máskor dagasztok, sütök. Világos. Jó pofember, miféle kérdés ez, mindjárt mit csinálni kell? Nézd csak, Antonem. Mi az, nincs már hely a tarisznyákban, hogy kézben hozott? Egy fráz, de ha tarisznyámban rakom, nem látja senki. Pedig szép példány. Szép, ugye? De kemény lesz a húsa, legalább 3 éves. Nézd, milyen irigy. Hát a tetaskót hány éves volt, amikor nyúlnak nézted, és puska végre került fel? Na, Pékul, itt a 2 fenyőrigó. Ez a hím, ez a nőstény. A nőstény kisebb, de ízletesebb a húsa. Köszönöm, Tonen, kedves vagy. Nem baj, az egyik rigó már úgyis felesleges. A feleség eltűnt. Hogy mondhatsz ilyet, hogy eltűnt, hiszen nem tűnt el. Arról van szó, hogy nincs itt, nem? Nem találkoztál vele véletlenül? Én nem találkoztam. Senkit nem láttál az úton? Látni láttam, hogy ne láttam volna. Láttam a postást, fölfelővet, aztán ki volt? Egy kerékpárost a maló felé. Aztán láttam, hogy valaki dolgozott a földjén. Aztán láttam még, illetve úgy rémlik, mintha látnék egy lovat az orcámban. Nem lovat kérdeztem én tőled, a feleségemet. Csak a lovat láttad? Nem csak a lovat, ültek is rajta. De ki, asszony? Hát úgy tűnt, mintha a nő lett volna. Aureli nem lehetett, ő nem tud lovagolni. Várjunk csak egy pillanatra, az a nő a lovon egyedül volt? Nem, egy férfi ült előtte, és ő a nyakába kapaszkodott. Az nem Aureli volt, ő nem olyan kapaszkodós fajta. Nézze, gondolkozunk logikusan. Ha a felesége az édesanyjához akart menni, de attól tartott, hogy ön visszatartaná az úttól, ezért ha nem is szólt önnek, csak hagyott valamilyen papírt, vagy... Nézzék, milyen marha vagyok. Hát persze, hogy hagyott, a hülye fejemmel körül se néztem, pedig biztosan ott lesz az asztalon a cédula. Bár is megyek, köszönöm, tanító úr. Gyerünk, kísérjük el, mert nem találja. Menjünk. Hát ezek a nők fantasztikusak. Ide figyelj, tessék. Őt láttad a lovon? Ej, ne adj olyan szavakat a számba, amiket nem mondtam, különösen a haragosom előtt. Csak annyit mondtam neked az ő füle hallatára is, hogy ma reggel láttam az úton egy lovat. A falu felől jött. 2 ember volt a lovon, egy nő és egy férfi. A férfi hasonlított Dominikhez, a nő pedig a Pék feleségéhez. Csak ennyi. Szóval a Márki pásztora elszökte. Már megbocsásson, tanító úr, én csak azt mondtam, hasonlított a pásztorra. Ám bár hasonlítani, nagyon hasonlított. Azon kívül hasonlítottak olyan emberekre is, akik sietnek elbújni a világ szeme elől. És ha az őszinte véleményemre kíváncsi, olyanokra is, akik nem igen jönnek már vissza. És a mi Pékünk azokra a férjekre, akiket felszarvaznak. Erre számítani lehetett? Hát számítani mindig lehet, de a számítás nem mindig válik be. Az én feleségem nem szökik el egy pásztorral se. Persze, majd a bolond volna. Igen, a pásztoroknak több eszük van. A te feleséged ez, amilyen szép nagy darab az, hogy nem is birka pásztor való. Inkább tehenész legény. Megette a fenel, erre felé egy sincs. Hát mit csináljon? Hello! Itt a szobában nem találom a cédulát, de hajnal óta nyitva van az ablak, a szél kivihette. Biztosan ott lesz valahol. Nézzék meg, jó? Jó, majd megkeressük. Csináljunk úgy, emberek. Itthon van a Pék? Itthon, uram. Köszönöm. Na, várjál, te tudsz már valamit? Attól függ mit. Dominik megszöktette a Pék feleségét. És elkötötték Szípiót, a Márki legjobb lovát. Az öreg nagyon oda van miatta. Ugye megmondtam, hogy úgy rémlett, mintha ők ülnének a lopon. Csukd be az ajtót. Hogy vagy, szegényem Ábel? Tudod a hírt? Hírt? Milyen hírt? A feleséged. Tud valamit róla? Tudok, barátom, most újságolták, és roppant kurt a hír. A feleséged elszökött Dominikkal, a legjobb pásztorommal. A pásztorral? Ugyan már, ki hitette el ezt a mesét a Márki úrral? A feleséged 5 órakor indult útnak Dominikkal, és magukkal vitték a legjobb lovamat, Szípiót. Lovát? Igen.
Ezek szerint lovon vitt el? Hogy mert ez a nyavajás lóra ütetne a feleségemet, és ha leesik róla, és eltöri a lábát? Szörnyű. És most hol vannak, nem tudja? Hogy hol vannak, az titok. Senki nem tudja. De mit csinálhatnak ezek ketten? Szerelmeskednek, semmit. Ugyan. Márki úr, hiszen minap látták először egymást, ezt ön nem érti. Amikor én udvaroltam neki, 3 évig tartott, amíg végre kimondta az igent. Itt talán nem erről van szó. Márki úr nem ismeri Aurelit, ő nem olyan, mint a többi nő. Most magunk között vagyunk, nyíltan beszélhetek. Az én Aurelim olyan asszony, akit a szerelem egyáltalán nem érdekel. Beszélhet vele üzletről, kézimunkáról, erről, hogy is hiákról, hímzésről, ugye, de a szerelmet hozza szóba, rögtön elfut magától. Egy példa, ha megcsókolom mondjuk, nem mondom, hogy undorodik tőle, de hogy nem élvezi, annyi biztos. Egy fadarabban is több érzést támadna. Tapasztalatból beszélek, 5 éve vagyok már a férje. Csak azért mondom a Márki úrnak, hogy megértse. Hiába olyan csinos, hiába bámulják, hiába látszik rajta, hogy szerelemre való, ami neki végképp nem kell, az a szerelem. Vagyis szerinted pompázó virág, csak éppen illata nincs. Pontosan olyan virág, amelyiknek nincs illata. Az nem lehet, hogy csak te vagy náthás. Én nem fázom, meg sose voltam még beteg. Különben is mi köze ennek ahhoz, hogy egy asszony hidegvérű. Nem, nem, Márki úr, akármit is mond nekem, én ezt nem hiszem el. Jó van, rendben van. Esri, Esri, gyere ide. Itt van Dominik társa. Ő majd elmondja, hogy volt. Hát ő honnan tudja. Hol van Dominik? Elment. Hogy ment el? A Szípión. És kivel volt? A Pék nével. Ez ki mondta? Dominik maga. A templom mellett találkoztak. És mit mondott, mikor jön vissza? Elvitte minden holmiát, a kutyáját, megölelte. Úgy tett, mint aki nem jön vissza. De ha nekem nem akarja ezt elhinni, itt van Tonen, aki hajnalban látta őket. Márki úr, ha fejemre omlott volna ez a ház, talán meghalok, de ennél rosszabbul akkor sem járhattam volna. Megértelek, barátom. Nem gyanítottál semmit? Hogy az ördögbe gyaníthattam valamit, amit még akkor se hiszek el, ha mondják? De nem, ez nem lehet igaz, ez nem lehet igaz. Az rendben van, hogy az a csirkefogó, az a pásztor elszökött és magával vitte a lovat. Ezt elhiszem, mert ön mondja. De hogy a feleségem ugyanaznap elment az édesanyjához, az merő véletlen. Persze, ha nem jön időben haza, az emberek biztosan beszélni fognak. A jóisten szerelmére, Márki úr, mi nem lehetünk ilyen vakok, nem lehetünk rosszindulatúak. Nézd, barátom, gondolj, amit akarsz, de nekem megvan a véleményem. A pásztorom elszökött, ott tegye meg a fene. A feleséged vele ment, semmi közöm hozzá. Ami engem érdekel, az egyes egyedül Szípió. Dominik vissza fogja küldeni, megígérte. Igen, de ha a kisnőjével pénzzavarba kerülnek, eladja az első jöttment lókupecnak. 12 000 frankot ér Szípió, 1 frankkal se kevesebben. Szép állat. Nagyon szép. Fel fogom őket jelenteni a csendőrségen. Ha lecsukják Dominikot, az az ő baja. Csak helyeselni lehet. Igen, de a feleséged is vele megy. Mint bűntárs. Vagy ki tudja. Talán mint felbújtó. Na jó, de hát a feleségem ártatlanul semmiről sem tehet. Kérdezd meg Esprit, ő majd elmondja. Figyülök rá, hogy mit mond, egy szavát se higgyel, ostoba folyankó, mit tud ez arról? Csak rá kell nézni, mit tud ez mondani, mi köze hozzá, talán csak nem szentírás, amit ő mond. Tűnj el, nem szégyeled magad, összeordasz itt tücsköd, bogarat, hogy másokat befeketíts. Hát micsoda olyaság ez, tűnj el a szemem elől, katrodj innen, őrizd a nyájadat, tudod, szedd a sátorfádat, menj a pokolba. Kénytelen leszek megtenni a feljelentést. Attól félek, hogy a Márki úr kicsit elhamarkodja. Miért? Nem tudunk többet, mint hogy Dominik pár órával ezelőtt elment innen. A Márki úr tolvajlással vádolja, várjunk még egy keveset. Várjunk? Azok után, ami történt, mire várjak még? Elvesztettem a pásztoromat, a legjobb lovamat. Cserébe még szarvakat se kaptam. Beláthatod, ez egyáltalán nem tréfa. Csak egyet mondhatok erre. Ha nem jön vissza sem a pásztor, sem a ló, sem Aureli, ki fogom fizetni a 12 000 frankot? Honnan veszed a pénzt? Hát, ha valaki 20 éven keresztül keményen dolgozott, juthatott annyira, hogy félre rakjon, és ha Aureli nem jön vissza, nekem mire kéne a pénz? Úgy gondolom, ha bebizonyosodik, hogy a feleségem szépsége veszteséget okozott a Márki úrnak, megtérítem a kárt. Csak 2 napot várjon. Én is várni fogok. Emel, derék ember vagy. Add a kezed. Együtt érzek veled.
Barátommá fogadlak. Köszönöm szépen, Márki úr. Igazán megtisztel vele. Visszajött a ló. Visszajött? Igen, Márki úr. Egyedül? Egyedül. Nem ismerem azt az embert, aki visszahozta. Ide jött a tér közepéig, kikötötte a lovat egy fához, és eltávolodott. Fel tudná ismerni az illetőt? Hogy ismerném fel, tanító úr? Először is nagyon messze volt. Másodszor nem szoktam megnézni a férfiakat. Azt hiszem, ez kölcsönös, Angel kisasszony. Úristen, a nagy mise! Hadlán, ez volna az a Scipio? Igen, ő az. És azt akarják mondani, hogy ezen a lovon ült a felesége? Igen. Ne. Miért nem? Még a feje se úgy áll. Hallgass meg, ne bolondozz már! A fene se bolondozik, hagyjatok még én ezzel a mesével. Törődjék mindenki a maga bajával. Az én dolgom most semmi közöttök. Engedjetek utamra. Ki kell szaggatnom a kenyeret. Begyújtani, nem érek rá erre. Megveszett a szerencsét. Nem csodálom, Tonen. Még most is azt mondja, hogy nem igaz. Nagy baj van a szemével. Ugyan már, ki úgy. Nem azt mondom, hogy vak, csak nem akarja látni, amit néz. Elpusztult minden. Az egész munkám oda veszett. Egésznek semmi, de semmi értelme nincs. Mi a fenét csinálok én? Nem, ez nem lehet igaz, de biztos vagyok benne, hogy a nagymisére meg fog jelenni egész biztos, de így nem mehetek, fel kell öltöznöm. Úgy szép az élet, hogyha zajlik. Most már nem szivar lesz a kenyérben, hanem szarvakat fogtok benne találni. Nem különös, hogy mindenki olyan nagyszerűen mulat azon, ha egy férfit megcsal a felesége. Miért van ez? Én nekem is nagyon tetszik ez a história. Itt van egy ember, aki olyan büszke a feleségére. És a gyomorult besti az első napon meg. Még hozzá egy Piemonti pásztor. Én meg úgy tesz, mintha nem innél. Nem mondom, hogy ennél jobb tréfa nem is létezik, de azért lehet röhögni rajta. Elég mulatság. És az egész falu tele van a pletykával. Mindenki sustorog. Már a plébános úr fülébe is eljutott a dolog. Ugyan mit sajnáljátok a péket, és most, kedves testvérek, hadd szóljak végezetül pár szót egy olyan eseményről, amely lázba hozta községünket. A mai napon, kedves testvéreim, akaratlanul is fültanúja lettem híveim beszélgetésének, amint egy botránykeltő esetet tárgyaltak. Izgatott hangjuk, kipirult arcuk és heves kézmozdulataik szenvedélyes érdeklődésről tanúskodtak. Kedves testvéreim, nem helyes ez. Helytelen, ha elménket az eféle gyarlóságok töltik be. De mégis, mivel az események olyan hatalmas port vertek föl, megragadom az alkalmat arra, hogy hozzáfűzzek néhány megjegyzést. Nem a pletykálkodás kedvéért, hanem azért, hogy levonhassuk a tanúságokat az esetből. Azóta, hogy a püspök úr rám bízta a plébánia vezetését, azt tapasztalom, hogy a vasárnapi nagymisére kevesebben jártok, mint a reggeli misére hétköznapokon. Bevallom, ez fájdalommal tölt el. A Szent Gyónásban meglepődve hallottam aztán néhány asszonytestvérünktől, hogy azért mulasztják el a vasárnapi misét, mert férjük nem engedi őket. És minthogy a férjek általában itt szoktak golyózni a templom előtt, lopva se térhetnek be Istenházába.
Ezért jönnek hétköznap titokban, hogy a jó pásztor keblén megnyugvást lejjenek. Íme testvéreim, erről akarok most beszélni, hogy okulásunkra szolgáljon. Az az asszony, aki elszökött, aki elhagyta derék és dolgos férjét, a minnyájunk által tisztelt és nagyra becsült férfit. Nos, ez az asszony, aki már néhány napja itt tartózkodott a községünkben, egyetlen egyszer sem jött el a misére. Reméljük, hogy Isten az ő végtelen jóságával hamarosan megutáltatja majd vele halálos vétkét, és az a Szent Jónásban megbocsáttatik neki. És akkor majd ez a történet intő például szolgálhat. Ti zsarnok férjek, Isten nélkül élők, vak lelkek, nem vagytok itt, de szavam utolér titeket. Tudjátok meg, hogy minden asszonynak pásztorra van szüksége. Ha eltiltjátok őket a jó pásztortól, el fognak szökni a birka pásztorral, akit Isten kiátkoz, és aki felfajja ártatlan szívüket. Ha a becstelen csábító példája legalább ezt megérteti veletek, ha ennyi okulást merítünk a botrányból, akkor ez a gaztett hatalmas jó téteményé változik. Lelkünk örvendezhet majd, és hálát adhat Istennek ezért a kegyelemért. Jó napot, Pék úr! Jó napot! Ma reggel találkoztunk, és azt kérdezte tőlem, hogy láttam-e a feleségedet. Igen, és láttam valahol? Nem, a feleségedet nem, de láttam a húgodat. Láttad a húgomat? Igen, azt a csinoskát, aki a kenyeret méri a boltban. Neked sógrod a Márki pásztora, ez a Dominik? Remélem, hogy nem az. Látszott rajtuk, hogy oda vannak. Nagyon szorongatták egymást. Köszönöm. Nem tudom. Talán nem kellett volna elmondanom. Vannak, akik még a húgukra is féltékenyek. Pincér! Pincér! Jó napot, tessék! Hozzon egy üveg pernót. Úgy tetszik érteni, hogy egy pohárral. Azt mondtam, egy üveg pernót. Egy kis üveggel, Pék úr? Világosan beszélek, vagy nem? Azt mondtam, egy üveg pernót. És kísérőnek hozzon egy kanna vizet. Itt van a Pék. Egészen meg van zavarodva. Egy literes üveg pernót rendelt, és hozzá egy kanna vizet. Egy kanna vizet? Hát miért? Mit akar meglocsolni? Talán a pernót. Hagyjára ment a bánat, azért jött, hogy leigye magát. Nem csodálom. Csak bele ne halljon. Na gyertek, beszélünk a fejére. Jó, segítsük meginni a pernóját. Adjon Isten, Pék urak! Hogyan? Megszomjaztál te is? És rögtön egy literrel kezdtem. Jól ki lehet száradva a torkod. Nem a szomjúság miatt van, nem vagyok olyan szomjas, de annyi minden történt, ugye? Az előbb találkoztam az öreg papával. Azt mondja, ő is látta a feleségemet a pásztorral. Tudom, hogy hóbortos egy kicsit az öreg, de hát végül is ő már a harmadik, aki ezt mondja. Jó, hogy megvan az embernek a józan esze meg a bizalma, de mégiscsak bemmotoszkál a fejemben. Gondoltam, iszom egyet, hát ha visszajön a jó kedvem, nem kell mindjárt az embernek a folyónak menni. Igazad van, idd le magad, könnyíts a szíveden, majd hazaviszünk lefektetni. Ez az egészségetekre. Ma reggel kétszer is elmentem a misére. Amikor másodszor voltam ott, a plébános a feleségemről prédikált. Beszélt a bűnről, meg a kicsapongásról, az isteni kegyelemről, meg arról, hogy ez milyen jó, mert az Istennek végtelen a türelme. Azt is mondta, hogy az eset intő példa lehet az összes férjnek, és okulhat belőle mindenki. Nagyon hasznos. Gondolkodhatnak rajta. Én nem. Egy percig se. Engem nem gondolkoztat el. Nem jut eszembe semmi se. Tompa az agyam. Egészségtekre. A
Adjon Isten pék! És lehozott Maja fel. Hallom, hogy felszarvasztak. Hát igaz ez? Ne, ez olyan tréfás szólás, de csak a gazdagokra illik. Én inkább szerencsétlen vagyok, ha igaz, amit mondtok. Nem felszarvazott férj. Ez nem ugyanaz a dolog. Egészségedre, Maja fel. Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, ámen. Tessék! Talán jobb is, ha nem hát jön vissza. Hát én meg vagyok róla győződve, hogy nem jön vissza. Vannak rossz házasságok, amelyek előbb vagy utóbb így végződnek. A férj érdekében remélem, hogy megbánja a vétkét, de nagyon örülnék, ha erre nem ezt a helyet választaná. Isten mindig megbocsájt, és úgy kívánja, hogy mi is bocsássunk meg másoknak. Ilyen kis községben, mint a miénk, visszájára fordulhat a bűnbocsánat, és felbolygatná a többi család életét is. Hát kétségtelen, hogy az együgyű lelkek a bűnbocsánatban a bűnök megerősítését érzik, jóváhagyást. Épp erről van szó. Ezért van az, ha bár imádkozom az asszonyért, szeretném, ha a bűnbocsánatra nem itt kerülne sor. Ó, Szeleszt megfeledkezett a kenyérről. Szeleszt! Szeleszt! Hol van a kenyér? Gyönyörű a kenyér. Azt hiszem, egy dolog van, amit mindenki elismer, hogy az új pék kenyere egészen csodálatos. Nem tudom, vajon attól van-e, hogy az előző pék süteménye mindig kemény volt vagy száraz, de úgy érzem, amit esőt, az valóságos lakoma. Én olyan élvezettel falom, tisztelendő úr, hogy azt tulajdonképpen már meg kellene gyónni. Látja, milyen egyszerűek és mégis csodálatosak a mímáink. Sohasem vagyonért vagy rangért fohászkodunk, ugye? Hanem kenyérért. Azt mondjuk, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Pedig van még egy nélkülözhetetlen táplálékunk, de arról nem szól az ima. A víz. Nem is értem, miért nincs benne a mi atyánkban. Hogy add meg nekünk, urunk, a mindennapi vízünket. Meg lehet azért, mert az úr vízzel bőségesen ellátott. És a víz mellett borunk is van. Nyilván ez az oka, hogy nem fohászkodunk az úrhoz italért. Egészségére, plébános úr. Nem, de hogy nincs kenyér, több kenyér hogy, nem lesz. Hogy, nem több kenyér? Lábra se tud állni, mit akartok? A lábammal nincs semmi baj, kedvem nincs hozzá. De délután azért csak neki ne, áll, nem? Nem, ma délután se, holnap után se, egyáltalán nem sütök már. Ami kenyeret csináltam, a feleségem miatt csináltam. Az övét dagasztottam meg először. Aztán, mivel úgyis benne voltam, csináltam a többieknek is. De az már nem a kenyér miatt volt, hanem hogy pénzt keressek neki. No, de most elment, nincs, akinek csinálja. Ezért nem sütök többé kenyeret. És most a feleséged miatt többé senki ne egyen kenyeret? Nem érted, Májfer, az ember nem csinálhat két dolgot egyszerre. Vagy a kenyérrel bíbelődik, vagy a szarvaival. Egészségedre, Májfer. Hát én még ilyet nem hallottam. Hát mit lehet itt csinálni? Hát miért, hogy a szarvaival bíbelődik? Mi az? Mi történt? Hol van a kenyér? Itt van, plébános úr. Csak ezt tudtam szerezni. Egy kemencére való odaéget. Ez hallatlan. A pék nem hajlandó többet sütni. Addig nem dolgozik, amíg a felesége vissza nem jön. Már csak ez hiányzott. Lám a bűn mindig bajt és szerencsétlenséget hoz. Ráadásul lerészegedett, mint egy disznó. Már megbocsásson a szavamért, plébános úr, de nevet sír, össze-vissza fecseg. Micsoda vegyszerű látvány lehet. És a feleségével kapcsolatban még önt is szóba hozta. Engem is? Azt mondta, a plébános úr örül, hogy elment az asszony. Ott volt a reggeli misén. Talán félreértett valamit. Elferdíti az egész prédikációt. Oda kell mennünk, hogy lecsillapodjon. Jaj, annak, aki másokat megbotránkoztat. Jöjjön velem, Márki úr, legjobb, ha hazakísérjük. Ha már betetszenek menni hozzá, tessenek körülnézni kicsit a boltban. Hát, ha van még a polcon egy kenyér, ki tudja. Tudja, kedves tanító úr, néha úgy érezzük, hogy nekünk szól az ének, aztán kiderül, hogy el is repült már a madárka. Érted? Tökéletesen, de most már menjünk haza. Nagy a veszély, ebből baleset is lehet. Ez a baleset sűrűn előfordul ám. A gyerekek már az anyatejjel magukba szívják. Igaz? Ezt kellene itt tanulán tanítani. Ámen. Ez pontosan úgy van, ahogy mondja. De most ettől függetlenül tudja, mit kellene csinálni? El kell mennünk magához, és otthon kényelmesen elhelyezkedve a fotelban folytathatnánk az ivást. Úgy van, szót kell fogadni. Mit szól ehhez? Hogy mit szólok? Hát azt, hogy
Én erre azt mondom, hogy már jön is a Márki úr, meg az az aranyos kis plébi bácsi. Kedves Márki úr, nagyon meg vagyok tisztelve. Hoppá, Márki úr, a tisztelendő úr, örülök neki. A tisztelendő úrról látszik, hogy nem pék és fel sincs szarvazva. Igaz, ez olyan dolog, amit sose tudhat az ember. Én se tudtam, nekem is Májer felállult el. Jöjjön, testvérem. Menjünk, haza kísérjük. Nem, Márki úr, ne haragudj, hogy nemet mondok, de ez nem azért van, hogy visszautasítom a Márki urat. El még rend tisztelem a Márki urat, le a kalappal, elvesztettem valahol a kalappal, ez az igazság. Tudom, hogy a Márki úr egészen fantasztikus, hogy mennyire nemes érzésű, hogy csak úgy sugárzik az arca a jóságtól, de még mennyire tisztel és becsülés önt messzeföldön, mindenki így van, ez hiába. Én is annyira becsülöm önt, Márki úr, hogy meg is védem bárki ellen. Nézzetek csak rá, gyerekek, milyen kerek a képe. Szép kerek képe van, mint a cipóra. Nézzetek csak rá, olyan Márki ez, akire gyönyörűség ránézni. Bizony. Az ilyen Márki ritka márka, kerekföldön nincs is párja. Köszönöm, kedves tőled, hogy ilyen szépeket mondasz, te már. Ön nem szól, atyám. Itt az ideje, hogy lepihenj. Anton ennek igaza. Ez lehet, de én nem akarom elkapkodni a dolgot, ha egyszer már berúgtam, akkor ugye hat szórakozunk addig, ami kedvünk tartja. Az ördög vinél. Apropó, Márki úr, tudod rosszul énekelni? Nem tudok, miért? Ez nagyon fontos. Hova mész? Mit akarsz? Mit akarsz? Itt vagyok újra, peg a gitárom húrja, vienico me, szép signora, vigyázzunk együtt a jura. Ó, oh, José! Bravo! A fene megette, csak másnap reggel aztán, hoppla, 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 vágta a szípió repülő. De azért van egy megjegyzésem, ha megengeditek. Egy dolgot tisztáznunk kell ezzel a Májeferrel. Te, Májefer, azt mondtad, az előbb fel vagyok szarvazva. Igen. Rendben vannak. Te ezt a röngot, amíg élt, soha nem éred el. Hiába lesnéd egész életedben a fortéját. Sose díszíthetted fel a homlokodat, ha belegebedsz, akkor se. Mert ahhoz, hogy felszarvazzanak, csinos asszonyra volna szükséged, de diadne, kedves Májefer, több jutott a bibircsókból, mint a csókból. És az ülepén több a hány, mint a báj. Plum, 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 plum. Fiatal lányok is vannak, kérlek. Ezt nyugodtan hallgathatják. Menjetek innen. Srányok, hoplá, a gyerekeket tessék elvinni mindent azonnal. Gyerekek, épp ez az, testvérem. Beszéljünk kicsit erről. De ne nyilvánosan, négy szem közt. Rendben van. Magunk közt, nagyon helyes. Magunk közt. Tisztelt Márki úr, meg kéne tiltani, hogy az emberek olaszul beszéljenek, s főleg, hogy olasz nyelven énekeljenek. Azért mondom, mert abból a férfiak nem értenek egy kukot se, egyetlen férfi se, csak az asszony. Egyet értünk? Nem egészen értem. Plum, 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 szép signora, megjel, hogy felkelek, viszem a kávét a szobába, mit találok a paplan alatt feleségem helyett az ágyban, a hengerpárnát, Márki úr, igen, s ettől még rejtélyesebb a dolog. Látja, itt van a pápa. A pápa olasz, ugye, de nem olaszul beszél, hanem latinul, igaz? Ezt mindenki tudja. Kérdem, mi az oka, hogy nem olaszul beszél? Megmondom, mert a pápa becsületes férfi, tisztességes férfi, sőt, szent férfi. Nem akarja, hogy a nők fussanak utána. Mert vegyük például Aurelit.
Ki a csoda gondolta volna róla, hogy ért olaszul? Ez mindenek a tetején. Jó, jöjjön. Jöjjön, testvérem, menjünk szépen hozzá. Gyere, barátom, erre. Szép szinyorát! Csak egy baj van. Az, hogy gyötör a hitvesi aggodalom. Megérti? Megértem. Ó, mi nagyon jól megértjük egymást. Egyébként két misét is tartott már nekem. Két misét is egy szentbeszédet, ami a két misét illeti lekalapa. Az igazán nagyszerű volt. Kicsit hasonlítottak egymásra, de ez természetes. Nyilvánvaló. El kell ismerni, Márki úr, hogy a fiatal tisztelendő a misében verhetetlen, abszolút bajnok, abszolút bajnok. Hiszen is remélem, hogy hasznát vette a misének. Használt. Ó, de mennyire is, milyen használt? Kivéve ugye azt a prédikációt a bűnről meg az ördög tudja. Őszintén szólva ő... Megrázta a szent beszéd. Ó, megrázott. Ó, kikészített. Feldult és tönkretett, igen. A nőkkel szemben el lehettünk készülve mindenre. Na, de beszéljünk inkább a pásztorokról, jó? A pásztor mindönző, ha azt mondod, nesze, kapsz egy szép kalácsot, ő kifoszt mindenedből. Csak azt nem értem. De miért hagyott itt a Reli? Gondoljátok, hogy az anyához ment. Nem ment volna. És ahogy ment, lovon ment volna az anyához. Jó, ne sírj már, gyere, menjük. Hopra. Nem szégyelitek magatokat, bámultok, mint borjú az új kapura. Most lefekszel szépen, gyere csak, Nem, a szobában nem. Itt a dagasztó teknő, feküdj le oda, oda. Jó. Tonen, gyere, de Tonen. Tessék. Menj fel a szobájába, nézd meg, hogy véletlenül nem jött el haza. Jó, rendben van. De miért fogja fel ilyen tragikusan a dolgot? Lehet, hogy a szerelem nagyon jó és érdekes, de az érelcső mégiscsak a munka. Világos! Tisztelt Márki, jól mondja meg nekem őszintén. Ha nincs többé kovászom, akkor hogy csinálhatok kenyeret? Megértünk téged, testvér. Mégis az lesz a leghelyesebb, ha megpróbálsz aludni. Mint ha az alvás annyiból áll, hogy lehunjuk a szemünket. Én, ha becskom a szemem, annál jobban látok. Testvérem, hallgass meg. Igen. A falu egész népe nagyra becsül téged. Igen. Olyan kenyeret sütsz, aminek csodájára járnak. Igen, ez kellemes hallanom. A feleséged számunkra is teljesen fölfoghatatlan okból kifolyólag elhagyott. Igen, fölfoghatatlan. Mit segít az átkozódás? Nem látod be, hogy az ima az egyetlen segítség a te nagy bajodban? Az ima a bűnösöknek való. Én nem vagyok bűnös, semmit nem követtem el, igaz? Nem így van? Én kérjek azért bocsánatot, mert a Jóisten ennek a pásztornak megengedte, hogy a feleségemet megszöktesse. Én kérjek a Jóistentől bocsánatot? Nézze, plébános uram, én nagyon tisztelem a Jóistent, de a mai naptól fogva az adósom lett. Igen, az adósom lett. Hogy a feleséged elszökött, abban csak is ő a vétkes. Azt hiszem, ez világos, mint a nap. De hiszen éppen azért, mert a lelkiismereted tiszta. Az Úristennél kell menedéket keresned. És ő megad mindent, ami kell. A plébános úr könnyen beszél, semmit nem kockáztat.
Az Isten nem szökhet el. Oda szögezték a keresztfára. Bezeg az én Istenem, az enyém elment is. Fiam, már megint káromkod. Te ne fiasz le engem, hallod, hiszen az apád lehetnék. És jobb volna, nem beszélnél olyan dolgokról, amikhez nem értesz. Kívánom is, hogy sose érsz meg, mert pap vagy és fiatal. Na, de mindegy. Nézd, Szent Cecília, ismered? Szent Cecília, ugye ő a mi falunk patronája. Tiszta, szép és szelíd, ahogy egy szenthez illik, igaz? És ha most azzal jönnének hozzád, hogy elszökött egy pásztorra, mondd meg, mit csinálnál! Ez a feltételezés abszurdum és szentséggyalázó. Ezt mondom én is szóról szóra. Én azt mondtam nektek, hogy elment az édesanyjához. Túl fiatal, fogalma sincs, hogy mi az élet. Na, itt egy párna, erre hajtsd le a fejed. Jól felöntöttél a garatra, most ki kell pihenned magad. Mire felébredsz, rendbe jön minden. Aureli párnája, tudom, hol találtad fel a szobájában. 16 éves volt, olyan mellé voltak, mint a narancs. Mint két fehér galamb, olyan elevenek. És a karja, karjának az illata. Iszonyatos, förtelmes. Nem, plébános úr, nem volt förtelmes az. A párnából beivódott az az illat. Egy éjszaka nem most történt régen. Valami rosszat álmodott, és sírva fakadt álmában. És akkor hirtelen rám borult, a fejét ide tette, ide a vállamra, és utána elaludt. A gyönyörű haja szétterült a vállamon, és most itt fekszem egyedül, magamra maradtam. Benne vagyok a dagasztó teknőben, de azt is mondhatnám, hogy benne vagyok nyakig a pászban. Nyakig benne vagyok a pászban, és az olyan pik, akik benne van a pászban, az nem dagaszt több tisztát a teknőben, hanem belefekszik. Mert azt hittem, hogy az édesanyjához ment el. Igen, de most már kezdtek kételkedni benne. Talán nem is oda ment. Talán... Hm? Azért te is úgy gondolod, hogy visszajön még. Mi az, hogy úgy gondolom? Biztos vagyok benne, hogy visszajön. Én csak azért kérdezem, Márki úr, mert aggódom érte. Félek, hogy az a férfi nem sokat törődik vele. Nem érdekli, ha megfázik. Hajnali 4-kor képzeld el, csak úgy egy lovon, ráadásul lopott lovon. Legyünk őszintén, nem igaz? Aureli, hol vagy? Takarózz be. Tessék jönni. Plébános úr, tessék elmenni nyugodtan, majd én vigyázok rá. Én adogoltam a pernót, legalább 2 órát alszik. Igaz, készülni kell a vecsernyére. Én addig megszervezem a nyomozást. Összehívatom a falu népét, és megbeszéljük a taktikát. Ha szükségük lesz rám, odát vagyok a kocsmában. Csak szóljál nyugodtan, Tonen. Köszönöm, Márki úr. Tonen, tessék. Hagyd nyitva az ajtót, jó? Jó. Azt is megmondom, hogy miért. Apámnak volt a Baromfi udvarban egy fátszán tyúkja is. Nem vette semmi hasznát, de mit törődött vele, szerette. Ki tudja, hogy miért? Isten talán tudja, ő mindent tud. Egy este szokás szerint bezártuk a Baromfi ketrecet, nem vettük észre, hogy a fátszántyúk kívül rekedt. Amikor hazajött, a kaput zárva találta, úgyhogy kint rekedt éjszakára. És tudod, mi történt vele? A róka széttépte. Hagyj nyitva az ajtót, Tone. Ne félj, semmi baj nem lesz, nyitva hagyta. Hát. Hagyd nyitva az ajtót, Tonen. Hagyd nyitva az ajtót, Tonen. J'avoue que je suis effrayée.
Oui, véritablement effrayé par cette scène atroce. Oh non, pas atroce. Humaine, tout simplement. Cet homme-là n'avait rien d'humain. Mais au contraire, il était dans sa folie, toute la faiblesse des hommes. Il souffrait. Mais de quoi souffrait-il ? Et de l'amour qu'il a pour une femme. Mais l'amour d'une femme peut-il causer de tels ravages chez un être raisonnable ? Les êtres raisonnables, comme vous dites, n'ont pas seulement une âme immatérielle. Ils ont aussi un cœur en viande. Oui, pour vous, évidemment, l'amour physique n'est qu'un péché connu, classé, catalogué. Et vous punissez, selon le tarif, ceux qui ont goûté aux joies de la chair. Eh bien, les joies de la chair, vous venez de les voir. Et vous avez pu constater qu'elles portent en elles-mêmes leur punition. Le boulanger vous a fait peur. Quand je l'ai vu torturé de la sorte, je me suis dit tout à coup, mais c'est une véritable maladie. Mais c'est une maladie aussi soudaine que la peste, ou la rage, ou le choléra. Et une maladie, tout le monde peut l'attraper. Cela dépend du terrain. Je crains qu'il ne suffise d'être un homme. Oh, je ne veux pas dire que j'ai des visions semblables à celles qui martyrisèrent notre grand saint Antoine. Je ne suis sans doute pas assez vertueux pour tenter le diable. D'autre part, ma vocation est solide. Je sens que je n'ai pas besoin d'enfants, puisque l'on me donne tous ceux d'un village. D'autre part, la direction de quelques âmes troublées, les consolations aux malades et le dévouement aux pauvres sont de bien belles occupations qui me donnent de grandes joies et qui suffisent à remplir une vie. Je sais, monsieur le curé, que vous êtes un bon prêtre. Et monseigneur le sait aussi. C'est précisément parce que je me sens installé, enfin pour ainsi dire, dans mon bonheur de prêtre, que cette scène de tout à l'heure m'a bouleversé. Comme le capitaine d'un navire, qui verrait un autre navire éventré sur un rocher, et qui se dirait, ma carène n'est pas plus solide que la sienne, mon gouvernail n'est pas plus grand, mes cartes ne sont pas meilleures. Moi aussi, je pourrais me briser sur un roc. Mon cher ami, pour faire naufrage, il faut naviguer. Ceux qui restent sur le quai ne risquent rien. D'ailleurs, l'amour que nous avons vu tout à l'heure ne peut naître d'un regard, ni d'un rêve, ni d'une confession. Certes, l'émoi que vous avez ressenti était sans aucun doute un premier frisson de la chair. Mais pour que l'amour ait le temps de pousser ses racines, il faut avoir consenti à la suite, car la passion vit de réalité plus précise. Et quand le boulanger nous parlait de sa femme, ce n'était pas son âme qu'il nous décrivait. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, j'espère que le martyr du boulanger vous inspirera plus d'indulgence pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Il vous aura peut-être fait comprendre que l'amour n'est pas seulement un plaisir et qu'un débauché qui a 4 nièces et peut-être un homme qui a peur de n'en avoir qu'une. C'est un point de vue. Oui, et il y a un autre point de vue. Ah, c'est celui du turbot qui nous attend sur votre table, sous de fraîches rondelles de citron. Vous avez béni tout à l'heure cette nourriture. Ce serait péché de l'abandonner. Figyelem, figyelem! Közhírré tétetik! A polgármester úr, Keston de Vonel Márki hírül adja a falu minden lakójának, hogy a mai napon, vasárnap, 2:45 nagy gyűlést rendez Kazimír egyletében. A gyűlésen szó lesz a falunak és a falu környékének helyzetéről, különös tekintettel a kenyérre. Közös megoldást kell kidolgozni, hogy elkerüljük a tragédiát, amely éhínséggel fenyegeti a falu dolgos népét, és gyalázatos módon aláássa az általános morált, a község ellátását. Aláírás, Keston de Vonel Márki. Postscriptum. A plébános úr, valamint a tanító úr, de Vonel Márki úr és a község pékje személyesen vesznek részt az ülésen. És végül, hogy összefoglaljam a mondókámat, csak egyetlen megoldást látok. Sutba kell dobnunk a személyes ellentéteket, amelyek elválasztanak bennünket egymástól, és egyesülnünk kell. Meg kell találnunk a szép péknét. Nem azért, mert szép asszony, hanem azért, mert ő jelenti a mindennapi kenyerünket. Nem mehetett nagyon messze. Hajnalban indultak el a bűnösök.
A lovamat már is visszaküldték. Nem futhatott be hosszú utat. Tudhatjátok, hogy ehhez értek. Ha sikerül azonnal elindítanunk a nyomozást, bízom benne, hogy megleljük estére. Eperctől fogva meghirdetem nektek a szép Péknéjét folyó keresztes hadjárat. Csatlakozom a borívók nevében! Most pedig, a mi kedves Pék barátunk, akit olyan fájdalmasan érintett a szökés, de aki vigasztalást fog kapni még ma este, néhány szóval kiegészíti, amit mondtam. Tessék! Hölgyeim és uraim, nem tudok olyan szépen beszélni, mint a Márki úr, mert szóval nem tudok, nem értek hozzá. Azon kívül pedig a helyzetem, amiben vagyok, nagyon is nevetséges, ne várjanak szép szónoklatot. Nem is szólva arról, hogy az a lámpa is zavar, amit a fejem fölött lóg, attól félek, hogy véletlenül letalálom verni a szarvammal. Folytassa, Kemábul, folytassa, mi veled vagyunk, sokefény! Kérlek, bocsássátok meg nékem, hogy nem csináltam ma kenyeret. Kétségbe vagyok, esve ezért volt ez. Elvesztettem a fejemet. Ki tudja, összekevertem volna a lisztet a fűrészporral, vagy marólúggal dagasztottam volna a kalácstésztát. De ígérem, ha visszahozzátok nekem Orelit, olyan péketek lesz, mint még soha. Sütök nektek olyan kenyeret, amilyet nem kóstolt még senki emberfia. Olyan kenyér lesz ez, olyan finom, hogy nem kell ahhoz hozzátenni semmit se. Önmagában is, jó ízűen és gyönyörűséggel fogyasztjátok majd. Nem azt fogjátok mondani, hogy reggelire vajas kenyeret vagy lekváros kenyeret ettünk, hanem azt mondjátok, hogy kenyeres lekvárt vagy kenyeres vajat ettetek. És külön 5 kiló kenyeret fogok minden nap sütni a szegény embereknek, és minden kenyérben benne lesz a hálám és barátságom irántatok. Nagyszerű barátom, jól van! Kedves testvérek, ezután a beszéd után, amit most hallottak, nem is tudom, mit mondhatnék még, ha csak azt nem, hogy sikert kívánok mindnyájótoknak a vállalkozáshoz. És most, kedves testvérek, felhívom az itt jelenlévő számos híven figyelmét arra, hogy 3 lesz 5 perc múlva. Kezdődik az esti ájtatosság. Most vecsernyére megyek? Nem, dehogy. Most megyünk. Azért, ami sokasok. Ennyi hűhó egy ilyen nő miatt. Jutott volna nekem eszembe, hogy elszökjem a pásztorral. A kezüket sem mozdítanák miattam. Ugyan, drága Szeleszt, a szépség nem számít. Nem azzal törődnek a férfiak. Az csak akkor érdekes, ha hajlandó vagy. Az a legfontosabb, a hajlandóság. Kenj csak fel egy kis festéket az arcodra, puderozd be magad, vegyél egy puccos ruhát, sétaközben riszáld kicsit a farodat, meg fogod látni, mindenki utánad fordul. Ó, attól mentsen meg a jó Isten minket, és ne adja meg ezt az örömet, még ha akarnám se. Csendet! Sorakozó! Szent Isten, milyen tartalékosok vagytok ti! Emberek, sorakozó! Balra! Hadnagy úr, itt van a térkép. Igenis, parancsnok úr. A hadművelet szintere 12 körzetre van felosztva. Valamennyi járőr felelős a saját körzetéért. És este 7 óráig jelentést kell tennie. Elsősor egy lépést előre. Közlet? Lesosszi, Palanszon tanyájáig 12 kilométer hosszú szekérút. Van kerékpárotok? Van Márki úr. Nem Márki úr, parancsnok úr. Igenis, parancsnok úr. És így menjünk oda, parancsnok úr, ünneplőbe? Nem, hétköznapi ruhában. Puskát vihetünk magunkkal? Ennyi, tonen lovag, így nem intézünk kérdést a felettesünk köz. Egyébként igen, vihet vadászfegyvert. Mire kell az, meg akarsz ölni valaki? De, hogy csak vadászni akar mezeinyi úra vagy madarakra. Na, indulás, első járőr lelépni. Elsősor 2 lépést előre. Közlet? Szent Andrea de la Pisardie kastélyig Erdei út. Ismeritek? Igen, parancsnok úr. Gyalogőrjárat lelépni,
Egy pillanat, én nem mehetek ezzel az emberrel, parancsnok úr, hiszen tudja, hogy... Hát a három szilfa miatt, amiért teszik tudni, hogy... Az itt olyan bolond vagyok, hogy megnyesem az ágakat, hát ezt nyesem én! Ne hallgass, mert olyan szigorított fogdát akasztok a nyakadba, hogy visszasírod a gyerekkorodat! Gyerünk, lelépni! Első sor, három lépést előre! Vagy elrejtőztek, vagy olyan messze mentek, hogy nem kerülnek meg. Ne csüggedj, 30-an indultak útnak, és még csak 6-an jöttek igen, vissza. Igen, de ez a 6 üres kézzel. De mit akarsz? Hoztunk volna neked 6 darab péknét. Na, mit kezdtél volna velük? Jön valaki. Nos? Nem találtunk semmi nyomot, pedig kikérdeztük még a járókelőket is. Bementünk a tanyákra, de senki nem látta őket. Egy kutya megmarta a kezemet. Most visszafele a kőkeresztnél összefutottunk a Perol testvérekkel, akik Mozánból jöttek meg. Ők se találtak semmit. És még folytatják a keresést? Azt mondták, folyton a feleséged járt az eszükben. Ez a fantáziájukat annyira fölcsigázta, hogy nem volt kedvük így visszajönni. Csináltak még egy görbeutat Manoskba, és isznak egy jót az egészségedre. Rendben van. Köszönöm. Pardonne-moi, ton aigle. Pardonne-lui, ton aigle. Mais que je lui pardonne quoi? Parce que j'ai voulu lui faire assassiner ses hormones, des arbres qui sont à lui, des arbres que tu aimes. Peut-être, mais ces arbres, ils ont tué tes épinards géants, ils les ont tués dans l'œuvre. Ah, ça, c'est une chose que j'oublierai jamais, jamais. Tiens, mes hormones, je ne les taille pas. Les frères! Non, mes épinards, c'est que la graine, elle était mauvaise. Les ormeaux, il ne faut pas y toucher. Ils sont trop beaux. Le jardin, je le changerai de place. Barnabé, l'amitié m'étouffe. Barnabé, tu es trop brave. Tiens, change le chapeau. Tiens, voilà. Oh, que c'est beau! C'est touchant! Mais pas d'émotion, hein? Attention! Ouais. Garde-vous! Oh. L'arme sur l'épaule. Route. En avant. Négy ember jön megint. Nagyon vígan vannak, dalolnak. Gyerünk. Hey, egy, kettő, három! Gyere, kipé! Gyere, kipé! Na, mi újság, megtaláltátok? Nem, de jobbat találtunk nála. A feleséged nem is jött meg, de nekünk megjött a jó kettő. Amikor elmentünk, még haragosok voltunk. De aztán kibékültünk. Várjatok, szép sorjában mondjuk, ezt téged is érdekelni fog. Egészen váratlanul futottunk össze négyen a kastélyban, találkoztunk egy úrral, elmeséltük neki a bajodat, ő meg nevetett, hogy a könnye is kicsorult. Úgy rögött, mint egy ló. Ezt te neki láttatok én. Úgy van, meghívott minket. Na de bocsáss meg, Barnabé. Miért? Nem akarom elvenni tőled az ott. Nem baj, nem baj. Köszönöm, Antón. Egy szóval az úr valami művész érdekelést trófát. Én. Pontosan nem emlékszem, hogy hogy van, de megköszöni benne, hogy visszaadtad a barátságunkat. Értem. Ne menj, várj még, küldött velünk ajándékot is. Add ide. Egy csomagot a péknek, tessék, fogd, a feleséged ajándéka. Hogy a feleséged? Nekem küldte. Á, nem is a plébános úrnak. Milyen kedves. Gondolt rám mégis. Nagyon szép. Jó, bejutatok részletben. Ne törődjék velük. Olyan részegek, mint a csacsi. Köszönöm, Szeleszt asszony. Ezek nem értik mások szenvedését.
Elég, ha én értem, tanító úr. Nem rossz indulatból csinálják. Csak ostobák, tudja? Biztosan igaza van, hiszen részegek. Erről jut eszembe, hogy én meg se kínáltam még magukat. Lemegyek a pincébe. Hozok bort. Miért? Tessék. Tedd elő, légy szíves a poharakat. Jól van, jól van. És terítsd meg az asztalt. Ez remek ötlet. Hozz a vörösből is, meg a fehérből is, hogy választani lehessen. Ja. Schillerem is van. A tapintatlanságnak is van határa. Ha ne akartuk nevettetni, hogy eltereljük a figyelmét. Miért olyan nagy baj, elment a felesége? Nem pénzét vásárolta, nem lett szegényebb tőle. Még ha a földjét vesztette volna, de nem. Ha mondjuk meghalt volna a felesége, megérteném, de így ostobaság. Ha sajnáljon, jól érzi magát? Az biztos, hogy most nem unatkozik az ostobaság. Szép kis társaság vagytok. Mióta van már lenne a pincében? Nézzétek meg, mit csinál. Jó, gyertek. Jézus Mária, Szent József. Képes és kárt tesz magában, úristen. Gyertek erre! Jaj! Ne ítjös fel magad! Elfagy az indulat! Utána akar felé köthetet magad! Nem tudom, hogy gyerekosztabbra gondolni! Jézus! Jézus! Eressetek el! Hogy tettek el? Hát ne csinálj egy kérdéket! Engedd el a lábát! Hagyjatok! Eressetek a feleségedet! Itt a feleséged, megtaláltál! Akkor vegyetek le, hadd lássam Aurelit utoljára. Aureli megkerült. Nem meglepő, hisz tudtuk, hogy így fog végződni. Fontos, hogy túl vagyunk rajta. Hála jó Istennek. Most mindenki üljön le és hallgasson. Tessék. Hol van Aureli? Még nem jött vissza, de már tudjuk, hol van. Nem messzi ide. Márkior látta? Nem, én még nem, de Májefer látta. Májefer, tudod, a halász. Én Merárból jöttem vissza Esrivel, semmi nyomot nem találtuk, és nagyon el voltunk keseredve miattad. Akkor a falu végén egyszer csak összetalálkoztunk Májeferrel, hazafelé igyekezett. Azt mondja, Márkior, láttam a pék feleségét. Mikor? Egy órája. És hol láttad? Erre azt mondja, ezt nem árulhatom el csak a péknek. Ért. Nem is erőltettem tovább a dolgot, mert jól ismerem Májefert. Ismerem én is, csökönyös, mint az összvér. Ha faggatja, valaki menten elhallgat. De vajon tényleg látta? Ha azt állítja, akkor az úgy van. Rögtön itt lesz és elmesél mindent. Csak arra kérlek, hogy ne faggasd és ne szakítsd félbe. Különben abba hagyja, feláll és eltávozik. A hölgyek is fékezzék magukat a vén hólyag előtt. Ne féljen. De hol van Májefer? Itt jönni. Jó estét kívánok! Jó estét, plébános úr! Mi újság, Márki úr? Semmi hír? Hogy mi újság, azt még pontosan nem tudjuk, de hírünk szerencsére van már. Májefer látta az asszonyt. Itt van. Foglaljanak helyet, és maradjanak csöndben.
Jó estét mindenkinek. Jó estét, Mayfair. Mi a születésnapod van? Lehet, de attól függ, hogy mit fogsz nekem mondani. Akkor ünnepelhetsz. Foglaljon helyet, Mayfair. Mondd, láttad a feleségemet? Álljon meg a menet. Ha már rögtön az elején közbeszólsz, akkor inkább hagyjuk, jó? Je sais pas ce que c'est, mais au concours de boules de pervis en 1926. Non, 27. 26, c'est l'année où ceux de Pommiers ont gagné le concours. Eh bien, au concours de boules de pervis, j'ai reçu une boule sur la tête. Elle touche la bosse, elle est là. Elle est toujours là, je l'aurai jusqu'à ma mort, touche la bosse. Et depuis cette bosse, eh bien, si on me coupe, je ne retrouve plus le fils. Beszélj nyugodtan, Mayfair. Ígérem, senki sem fog félbeszakítani. Alors, ce matin, vers les 3 heures, j'étais dans mon lit, je pensais à ma perche de la journée. Je me disais, le temps est au calme, tu vas aller au brochet du côté du bourg de Roubaud. Tu vas vivre dans le vivier du Beauvue, tu iras au brochet. Je m'étais mis dans l'idée d'aller au brochet, c'était peut-être pas une bonne idée, mais en fait, parce qu'on avait le temps qu'il faisait. Mais si, c'est une excellente idée. Bon, alors, j'étais dans mon lit, comme je vous disais, et tout d'un coup, j'entends les feuilles des arbres qui bougeaient. Alors, je me dis, ça y est, voilà le Mistral qui se lève. Alors, je me lève et je sors. C'était un vent... qui n'était pas trop froid, une espèce de mistral un peu bastard qu'on aurait dit qui jouait aux quatre coins. Alors je me dis, adieu le brochet, avec une canne de 5 mètres et un vent pareil qui risque de forcir, tu vas te casser le poignet, tu prends rien. Alors j'ai bien réfléchi et je me suis mis dans l'idée d'aller au marais de Bistagne. Et tu le sais, hein, les marais de Bistagne, c'est un peu spécial, hein. Ça n'est bon que vers le midi. Alors je descends au jardin, je prends 4 verres de fumier, des rouges, et je vais au cercle pour préparer mes cannes et mes crins de farance. Et pendant que je les préparais, tu es venu, tu as bu un pernaut, et tu m'as dit que je ne serais jamais cocu. Je t'en remercie. Et pendant que tu chantais comme un vrai fondu, je suis allé vers le marais, en me cachant, doucement, et en arrivant derrière une haie, qu'est-ce que je vois? Mint ha ének szót hallanék. Hallgassatok az Istenért! Mayfair, most mondjál, hol van az asszony? Mi nem, semmit nem. Már is hol van? Még nem bökszek ide, mindjárt oda jut, gyertek gyorsan! Kejetek! Gyere, gyorsan! Gyere, hozz a vizet! Gyere, menjünk! Segíts! Segíts! Vigyázz! Egy, kettő... Na, gyertek gyorsan! Na, mi az? Bocsáss meg nekünk, Emában. Nem tudtuk, hogy Mayfair bele fogott már. De kötélünk meg ízre, hogy szót se felnyitottunk egy pár üveget, hogy eltusoljuk. Jó, rendben. Úgy van, mégiscsak jobb, ha titokban maradj. Csak legyen részek, disznók! Nos, Mayfair, odaértél a nádashoz, és akkor mit láttál? Úgy van, ezt kérdem én is. Nem tudom, ki ment a fejemből. Á, megvan! Egy compót, azokkal a gyönyörű széttárt uszonyaival szép csendesen úszott a vízben. Én meg se szusszantam. A horogra rátettem szépen a csalit, és a nádas fölött bedobtam a vízbe. A csalétek pontosan az orra elé esett. Hopp, ráharapott. Bekapta a horgot, akkor aztán kezdődött a játék. Először is vártam, hogy mikor jön az első rántás, ugyebár. Akkor jól kifeszítettem neki a zsinort, na de a második rántás aztán olyan váratlanul jött, a szám is tátva maradt. Arra számítottam, hogy balra húz, de jobbra, majd elrántotta a botot. Meg is hajolt úgy, mint az esernyő bordája, le a vízre. Aztán nehogy azt higgyétek, hogy a halfogáshoz mindenki ért egyenesen. Hopplá, így, aztán vissza! Na, de ami azután jött... Igen, ami azután jött, az már az idegeinkre megy. Mi soda? Miért húzod az időt? Nem sajnálod ezt a szerencsétlen embert halálra kízott szánszándékkal? Na jó, félbeszakítottak, elmegyek. Ja, de Mája fel! Elmegyek! 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 Ide figyelj! Megmondom, hogy Segítsen!
Egy szigeten vannak, itt nem messze zsablant anyájával szemben. Láttad őket? Elhezd el a torkomat, nem kapok levegőt. Na, jól van, gyere. Hagyjatok valamit írni, gyilkosok. Mi azt mondják, jó tett helyébe jót? Ne beszélj mellé, inkább azt mondd meg, mit mondott, mi van vele? Ne hadonász az orrom előtt, ahol horgáztam, ott láttam őket. Előbb csak hangot hallottam, egy nő hangját, aki énekel. Ez jó jel. Erre én nesztelenül odalopoztam a közelükbe a bokrok közt. Na és mit látok, mit gondoltak egy tisztás közepén? A feleségedet énekelni. A pásztor is ott hevet mellette a füvön és gitározott hozzá. Tudod, milyen szép hangja van a feleségednek? Ha énekel, akkor ez azt jelenti, hogy boldog. Hát annak is látszott. És főleg azért, mert mesztelen volt. Hogy? Hát persze. Nem biztos, hogy így volt. Mesztelen volt. Bizony az. Milyen szép az. Boldogtalan nő. Egy szóval jól megnéztem magamnak, aztán Lábújhegyen leléptem szépen. Igen. Azt mondd meg, messze van ide. Gyalogszerrel talán fél óra. Na akkor fogjuk meg a puskát és indulás. Jó, de mire kell a puska? És a pásztor nem akarja visszaadni. Ha nem akarja visszaadni, akkor erőszakkal visszaveszik. Kicsit lassabban, jó ember. Ne fecsegjetek itt össze-vissza. Menjetek a kocsmába. Ígyatok meg egy kört a számlába. Jó. Addig mi többiek ki fogjuk dolgozni a pontos haditet. Jó, jó. Gyerünk gyorsan kifele. Gyerünk gyorsan kifele. Jó, megyünk. Egy szóval, te nem akarsz velünk jönni? Én nem megyek már ki. Én nem akarom látni csak itt. Amikor utoljára láttam, ebben a házban volt. És amikor legközelebb látni fogom, az is itt lesz. Arra, hogy közben mi történt, vagy mi nem történt, nem vagyok kíváncsi. Akkor hát, ki jön oda? Véleményem szerint nem kell sok ember, Márki úr. Egy vagy kettő bőven elég. Legjobb volna plébános úr. Egy az, hogy szép hangja van, másik, hogy beszélni is tud. Ez kétségtelen. Igen, aztán meg az ördögüzés a szakmájához tartozik. Hogy az ördög is benne van a dolog? Ha nem tudná tanítani, az ördög minden bűnünkben jelen van. Ezek szerint mindenért ő a felelős. Á, ez az, amivel mélységesen téved az úr. Megpróbálja elkenni a bűnös felelősségét, hogy minden estől az ördög nyakába varja. Erről szó sincs, nem így van. Az embernek megvan a szabad akarata, hogy a kísértésnek ellenálljon. És ez még ott is érvényesülhet a szigeten. A gonosz szellem kétségtelenül velük van. De ezzel szemben a pékúr feleségében igenis működhet a szabad akarat. És szabadon választhat jó és rossz között. Ezt ne, plébáros úr, ezt ne! Ő most már ne válasszon többet! Pakoljon fel és jöjjön haza! Itt van az ő helye. Az a másik pedig őriz a nyájat. Azt szabad akarnia. Jaj neki, ha én elkezdem a szabad akaratot! Várj csak, azt hiszem valamit félre értettem. Oh, szó sincs róla! Én nagyon jól értettem mindent, Márki úr. Ez a pásztor éppen olyan gonosz ördög, mint a többi. És a feleségemet, ahogy meglátta, rögtön elvarázsolta. Siribi, siribá! És szegény most el van bűvölve. Ez utóbbit nem is tarthatjuk kizártnak. Úgy van, különben talán már visszajött volna. Az egészen biztos. Az én feleségem, azt se tudja, fiúja vagy lány. Levetkőzött. Előttem sose volt mesztelen. Ilyet nem tesz egy asszony, ha normális. Nem, de hogy ennek ördög bújt a testébe. A test ördöge? Erről van szó, uraim. Erről van szó. Na már most figyeljenek. Ha az ördög a plébános urat meglátja, rögtön megijed és ész nélkül menekül. És a feleségem meg lesz mentve. Kétségtelen, hogy Dominik nagyon jámbor volt. Csak az a probléma, hogy át kell jutni a mocsáron. A szigeten vannak, és nincsen csónakunk. A más nem, gumicsizmát kell szerezni. Nekem van egy pár gumicsizmám, kölcsönadom a plébános úrnak. Ja, ez nagyszerű, ez most kapura jön, és Meyerfer vállalja, hogy elkíséri a plébános urat. Én benne vagyok. Igen? De azt megmondom előre, a mocsárban járni nagyon veszélyes. Ahhoz fenemót kell ismerni az utat. Aki nem ismeri, annak elég egy rossz lépés. Megcsúszik és kész. Igaz, hogy a plébános úrnak az egyenes út volna a Magyarországba. Allé, hopp! Ha ebben biztos volnék, Meyerfer, nem is haboznék. De nem tudhatjuk, hová. Én jól ismerem a mocsarat, gyakran vadászgatok arra. De hisz akkor van egy remek megoldás, uraim. Kisé furcsa talán, de roppant egyszerű. Mi volt? A következő. A tanító úr felveszi a gumicsizmákat, és utána hátára veszi a plébános urat. Van egyszerű. Jó, de testvéreim, ez nevetséges. Ugyan mit számít, az nem látja meg magukat senki. Jó, tegyen meg plébános úr, hiszen látja, hogy ez az egyetlen megoldás. Menjen fel a tanító úr hátára. Én szívesen vállalom. Igaz, ön ki is jelentette, hogy állatnak tekintik. Nézze, plébános úr, az a tény, hogy a tanító úr hajlandó a nyakába venni egy papot, az bizonyítja, ha nem is közvetlenül, hogy elismeri az egyház fennhatóságát. Cseki áldozat ez a pékúr szenvedéséhez képest.
Egyezzük meg, hogy ez is, meg az is, és többet nem ennél. Minden esetre köszönöm. Jó szívvel hozom meg ezt az áldozatot azért, hogy egy fele barátomon segítsek, és nem várok semmilyen kárpótlást, azt se, hogy a paradicsomba kerüljek. Ezt miért mondja? Mert tudom, hogy úgyse jutok a paradicsomba. Azt hiszi, hogy tudatlansága megfosztja az isteni kegyelemtől? A hitetlenekre és az eretnekekre állítólag a pokol vár. Ugyan jó ember, hiszen most is ott van, most is a pokolban van, akármilyen vakondok életet él. Jó, hogy ez így van. De hiszem, sokkal jobb volna, ha a vita helyett a tanító úr elmenne a csizmáért. Arra most sokkal nagyobb szükség van. Igaza van, gyerünk. Igen, tessék csak elhozni a csizmát, tanító úr. Menjünk. Na, menj csak, Mayefer. L'instituteur Maillefer, c'est. Il faut que ça pour la ramener, cet adultère, qu'elle me fera dire. Mais vous croyez qu'elle va rester dans le pays? Pas plus. Le premier qui passe. Moi, je trouve que vous manquez de charité chrétienne. Vous devriez avoir pitié d'une malheureuse qui va griller dans les flammes de l'enfer. Bien sûr, qu'elle repartira avec le premier venu. Bien sûr, qu'elle vous prendra vos maris l'un après l'autre. Bien sûr, qu'elle a le diable dans le sang et la méchanceté dans le corps. Et c'est pas à nous de juger. Et nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Moi, ce qui me dégoûte, c'est qu'elle va tripoter le pain. Ez az! Biztos benne, hogy ott vannak? Én igen, ismerem azt a kunyhót. Gyerünk, plébános úr, húzza fel a szoknyáját. Indulás! Fogjunk hozzá! Ez így nem lesz jó. Ne szorítsa úgy az oldalamat, és ne dugja a lábát az orrom alá. Ne higgye, hogy nekem olyan kényelmes ez az ülés. Na tessék, nem elég, hogy cipelem, még panaszkodik is. Maga csak a súlyomat cipeli, de a felelősség az én vállamon nyugszik. Azon kívül kiáll a kulcscsontja, ez nagyon kellemetlen tud lenni. Elnézést, le fogom reszeltetni legközelebb. Nagyon leköteles vele. No, igyekezzék pár lépést, aztán hozzáfoghatunk. A fohászhoz? A fohász már elhonzott, tanító úr. De most jelt fogunk adni. Micsoda szakma, az a... Isten szolgálat. Az más, az más, az Isten szolgálat. Mit csinál az a vén kótyagos a hátunk mögött? A vén kótyagos most dobta be a horgát. Én hálás vagyok neki ezért a gyönyörű élményért. Gyite, pakó! Vigyázzon, plébános, úgy érzem, süllyedek. Vigyázzon, vigyázzon! Mint a hangot hallanék. Végünk van. Itt a plébános. Na és aztán? A plébános. Isten küldötte. Aureli asszony! Bűnt követtünk el. Rögtön itt lesznek. Átkutatják a szigetet. A tanító is vele van. Végünk van, Aureli. Félek. Mitől félsz? Aureli, bűnt követtünk el. Menj innen, ostoba! Aureli. Menj innen! Aureli asszony! Aureli asszony! Eltévedt bárány! A rossz pásztort követted! Térj vissza anyához! Azért jöttünk, hogy megmentsünk téged! Il lui dira ce qu'il faut. Parce que c'est un curé que quand il parle, on l'écoute.
Qu'est-ce que tu fais là, boulanger? Je vais voir, monsieur le marquis, je balaye là, parce que je suis sûr maintenant qu'elle va revenir, alors j'arrange tout. Mais qu'est-ce que tu prépares? Veux-tu me laisser ce balai? Tu me fous, tu es un idiot pareil. Tu sais ce qu'il faut faire avec ce balai? Il faut scier le manche, pour l'avoir bien en main. Et quand elle va revenir tout à l'heure, tu vas me lui foutre une de ces danses qui lui persuadera la vertu. Ah, je peux pas faire ça, monsieur le marquis, you know. J'ai tout rangé dans la chambre, j'ai fait le lit. Ah bon? Tu n'es donc pas cocu par accident? Tu es cocu de naissance. Oh, monsieur le marquis, plaisante. C'est celui de vous qui est sans péché. Lui jette la pierre le premier. Et s'étant baissé de nouveau, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent ces paroles, ils sortirent l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus s'étant relevé, et ne voyant personne que la femme, lui dit « Femme, où sont-ils ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Alors Jésus lui dit « Moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Csak nem. Dagasztani fogsz? Azt még nem, Márki úr. Nem ígérhetem meg. De ahogy látja, itt van minden. Igen? És ha minden jól megy, és Orali visszajön, rögtön neki látok a munkának. Jó napot az uraknak! Meghoztuk a péknét. Hol van? A dombaljában, e pillanatban még a pap kertjében erkölcsi intelmeket hallgat. Remélem, nem lesz túl szigorú a plébános úr. Hát, az erkölcs prédikátorok sose kellemesek. Az igaz, de ugyan nem fogja megrékatni. De, hogy ellenkezőleg inkább vigasztalja. Na de, nem akar feljönni ide? De igen. Csak nem akar senkivel találkozni. Azt mondta, megvárja, amíg sötét lesz. És azt is mondta, ha valaki meglátja, visszaszökik. Ó, nagyon szemérmes. Nagyon szemérmes. Hol? Ezért Kazimír és Antonen szólt az embereknek, hogy mindenki menjen haza, és ne kíváncsiskodjék senki. Főleg a nők ne. Főleg a nők. Én megyek, szerzek neki egy lovat, mert nagyon kimerült. Egy lovat, szegényke. Mennyit kell lovagolni a tegnap óta? És a pásztor? Á, a pásztor megijedt. Úszva menekült el. És még valamit. Ha készen vagyunk, és minden rendben, kétszer belefújok a sípba. Ez lesz majd a jel. Köszönöm, tanító úr. Ön nagyon kedves. Öltözön át. Nehogy megfázzon. Köszönöm, viszontlátásra. Mondja, Márki úr, ha visszajön a pásztor, megtartja a birtokon? Ha úgy adódna, áthelyezem a Camargue birtokomra. Az jó lesz. Küldje csak el Camargue-ba. Nem volna jó, ha ő jönne megint a kenyérért. Nem volna jó. Tanító úr! Tanító úr! Mi baj van? Sikerült mindent elintéznünk. Itt-ott egy kis hitvesi dorgálással, de végül is minden rendben. Csak egy probléma maradt, Angel kisasszony. Ő nem akar tágítani. Hol van? Lecövekelte magát ott az utca közepén, a péküzlettel szemben. Na jó, majd én elintézem, beszélek vele. Vajon mit mond neki? Engem ugyan el nem mozdít innen. Ne is erősködjék, fölösleges. Egy tapottat sem megyek innét. Látni akarom a bűnös, szánalmas megtérését. Nem tilthatják meg, hogy alaposan végignézzem, és nem titokban, úgy, hogy ő is észrevegye. Ha egy romlott nővel úgy bánnak, mint egy hercegnővel, akkor mire jó a mi erényünk? Semmire, édes Angel, semmire se jó. Örülök, hogy végre te is rájöttél. Elkótya vetjéltél 40 év, hogy gyere, hadd hozzuk be a mulasztást. Gyere, gyorsan, bonts ki a ruhád. Nyújt az ajkaidat. Imádlak, Angel! Ejnye, ne mondjon nekem ilyen dolgokat! Ha valóban olyan komoly a szándéka, jöjjön holnap, beszéljen az édesanyámmal. Nem vagyok olyan nő, amilyennek gondol.
Ez volt a jel. Magatokra hagylak. Van még egy kis elintézni valom Kazimírral. Ha valami adódik, a kocsmában megtalálsz. Köszönöm, Máki. Hmm. Köszönöm. Köszönöm. Íme az otthonod, leányom. Imádkozz buzgón, az Isten megsegít. Béke legyen te veled. Bocsáss meg. Megbocsájtani? Miért? Azért, amit tettem. Ó, amit tettél, nem kértem számon. Tudod? Persze. Persze, mindent tudok. Nagyon fájt. Nyugtalankodtam miattad. Nem szóltál róla, hogy az édesanyádhoz mégy. Fogod magad és eltűnsz, egy szót se szólsz. Képzelheted, hogy nem esett jól. Aureli, mondj csak, remélem nem fáztál meg. Mit számítana az? Hogy mit számít? Nagyon sokat számít. Fontos. Annyira örülök, hogy itt vagy. Visszajöttél. Csak nem akarsz most beteg lenni. Na gyere, ülj le. Ülj le. Ide. Ide ülj le. Vedd le a kabátodat. Biztosan megéheztél. Készítettem valami vacsorát magamnak. Abban nem voltam egészen biztos, hogy te is megjössz estére. Olyan szörnyű, hogy megbocsátasz. Nem teszel szemre. Hagyd ezt, Aureli, ne beszélj folyton megbocsátásról, még dühöljövök. Láss hozzá. Egyél, drágám. Nem is csodálkozol, hogy csak most látok hozzá dagasztáshoz. He? Nem tűnt fel. Te, Aureli... Be kell valamit vallanom. Azóta, hogy elmentél, nem viselkedtem túl rendesen. Igen, éltem az alkalommal, hogy nem vagy itt. És alaposan felentődtem magamra. Igen, én nem is dolgoztam azóta. És ezt a kenyeret? Ezt kisütötte? Ezt én. Furcsa formája van, ugye? Nem akármilyen kenyér. Ott sütöttem a konyhai tűzhelyen. Csak úgy találomra bedobtam a tésztát, és ez lett belőle. Nem érdekes? Azóta nem is sütöttem más, csak ezt. Hogy magamnak vagy neked, teljesen mindegy. Végre te fogod megenni. Kóstold meg, drágám. Kóstold meg, egyél csak. Na, vágok neked ebből a húsból is. Itt van ő is, itt van ő is. Figyelted? Láttad, hogy sompolygott be a kis pomponett? Te szemét, mocskos ringyó, világ szégyene, most kell hazajönned, nem szégyeled magad? Szegény nyomorult pompon, tudod, hogy emésztette magát miattad? Toporgott, forgolódott, tűvétett érted mindent, ette a nyavaja miattad. Te meg csavarogtál ez alatt, ki tudja milyen haszontalan kandúrral, csavargóval, Leofráterrel, holdkoros ficsúrral. Mivel volt külön nála? Semmivel. Igen, Aureli, de ezt csak te mondod, hogy semmivel. De a pomponet beszélni tudna, nem nyomná a bűn.
és nem félne attól, hogy megbántja vele a nyomorult pompont. Azt válaszolná, szebb volt, mint te. De mit jelent ez? Mi az a különbség, amivel az egyik ember szebb, mint a másik? Ha meggondolja az ember, az eszkimok mindegy formák. Melyik szebb a másiknál? Ha azt vesszük, az oroszlán erősebb a nyúlnál, de a nőstény nyúl mégse kacérkodik az oroszlánnal. Hát a gyengétség. A gyengétség az talán semmi. Olyan az a mi haszna, pásztor, felkelte egyszer is éjszaka, hogy vigyázzon az álmodra. Igen? És gondolod, ha pék lett volna, hagyta volna a kemencéjét kialudni, amiért te elmentél? De rendben van, végül is, ha meggondoljuk, megöregedett ez a pompon. És ő még fiatal, mintha lánya volna. Érthető, a természet hangja megszólal. Hallgass, hallgass, nagyon kérlek. Te? Hé, oda néz. Rögtön megtalálta a tejét a szegény pomponnak. Valim csak azért jött vissza. Fázott és megéhezett. Így csak meg a szegény pompon tejét, neki az örömet okoz. Mondd csak, elszöksz máskor is? Soha többé nem megy el. Azért, mert ha kedved támadna hozzá, jobb, ha most azonnal elindulsz. Elviselhetőbb volna. Nem. Soha többé nem megy el. Soha többé. Mi van veled, Aureli? Mi van veled? Fázom. Nagyon fázom. Mi ütött belé? Nem tudom, mi ez. Feküdj le, Aureli. Itt akarok maradni veled. Melletted. Gyere, begyújtunk a kemencébe. Attól átmelegszünk mind a ketten. Hadd gyújt csak be én. Jól van. Így is van rendje. Vidd csak. Ha elmégy, kialszik a tűz, és te gyújtod meg, ha visszatérsz. Így van ez jól.